Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Megérkeztünk máma! Hello, hello, hello! Van internet! Ez a jó hír! Megérkeztünk máma! Nagyon-nagyon jó hír! Sziasztok! Cső, Erik! Cső! Te vagy az első! És ez még rímet is! Köszi, Laci, a 6 hónapot! Cső! Köszi. Hát megférkezik, de már nyomja. Üdv mindenkinek. Sziasztok. Hali. Végre itt vagyok. Hello. Meg kéne törőnöm szemvegemet. Sziasztok. Jó estét kívánok. Mi újság? Hogy vagytok? Hello. Holnap megyünk Amerikára. Megyünk hónap Amerikára. Hello. Sziasztok. Visszatértem ki, hogy itt vagyok. Örülök. Köszöni ki. Hello. Shakira. Így van. Az jó TikTok videó lett. Köszi Csaba Sándor a 2 hónapot. Hello. Sziasztok. Miért kopasz a bácsi? Hú, ne is mondjátok. Hú, de durva volt a csávó. Van Amerika, persze. Most kezd helyreállni a rend, most már cső a tesz. Úgyhogy holnap amerikázunk, jó? Szerintem, ja, annyi, hogy új karaktert kell csinálni, meg az infók nulláról indulnak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mint lesz, de Amerikára fogunk menni. Hello. Látom, láttátok a Shakirás videót. Miért nincs olyan bácsinak? Várjatok, közben itten nézem a Discordot. 65-en vannak fönt Amerikán. Úgyhogy nagyon örülünk neki. Jelenleg 65-en, magyaron 42-en. Úgyhogy, ja. Ja. Jó lesz ez. Összeszedjük magukat és jó lesz ez. Most magyar lesz, mert ma úgy volt, hogy tegnap van magyar, de azt áttoltuk mára, és akkor holnap lesz Amerika. Jó? Kedden magyar, szerdán Amerika. És csütörtöktől utána való hét péntekig sajnos nem vagyok. Lehet, hogy ennek valaki örül, de valaki nem. Úgyhogy a köszi Blacky a 15 hónapot, hát én köszönöm neked. Hát már én nem értek hozzá sajnos. Nem értek hozzá. Attól függ, mire akarod használni, hogy játszani, vagy dolgozni. Ja. Holnap lesz Amerika. Valami Amerika. Azt a de tiszta hang volt ez. Hello. Persze, András, persze. Ha a szerverre kapcsolatos, akkor Discordra feljössz, kitöltöd a lapot és nyitsz egy tiketet, ott segítenek az illetékesek. Sajnálom, Máté, sajnálom. Játszani meg streamelni vele. Húha, akkor egy asztali gép jobb lenne szerintem streamelni. Laptopról lehet streamelni? Vagy szoktak? Nem az, hogy lehet-e, szoktak? Nem tudom. Szerintem kényelmesebb egy asztali számítógép. Hello, itt van Shakira. Köszi Black. Jó az Amerika, igen. Igen. Ja, még nincs itt a szomszéd Joker, még nem adtuk vissza. Hello. Ma lehet kérni, nem, szerintem holnap lehet kérni a fizetést. Holnap, mert holnap van hétfő. Ma nem lehet átvenni. Ferdinánd, ne add fel. Szép estét. Hello. Igen, a tegnapi szél miatt nem volt net, de helyreállították. A szomszéd faluban ma se volt áram, se így internet se. Úgyhogy, ja, elég kemény volt. Hát, ja, tesz, én is úgy gondolom. De Kevin, nagyon. Persze, Gaben, persze, utána visszaáll a normális rend. Így van, ahogy mondod. Ma mi várható? Alex, nem tudom, hogy mi várható. Tudod, hogy sose tudjuk, meg nem tervezünk, mert abból csak a baj van. Köszi, Márka, 6 hónapot. Jó estét. Most, igen, Ákos, most sok pénzt fog kapni, mert sokat voltunk szoliba. De hát ugye 8 kilót elköltöttünk a motorra. Ja. Hétfő-kedd szerdán lesz szerp, igen, utána elutazom.
Úgyhogy ja. Ja. De majd ilyen telefonos live-ok lesznek. Még nem tudom, Gáborné, még nem tudom. Miért kopasz a bácsi? Shakira igen, ad autogramot, Jimmy. Rendőrnek mennyi időt kell tölteni a szolgálatba? Hát már kezd nem nincs így meg. Hát aktívnak kell lenni, de hát mindenkinek van magánélete ugye az állományban is. Ezt igazából te döntöd el, csak az inaktivitás szobába be kell írni a többieknek, hogyha... Jól megy minden, Peti, köszi szépen. Jövő héten lesz a ház felújításról egy videó. Ja. Jó estét, bácsik! Jó estét! Cső! Ú, András, akkor azt olvasd el a szabályzatba, és akkor az úgy király lesz. Köszi Zsolt Hegedűs Farda a live rajongói tagságot. Hát holnap nem magyar lesz, hanem Amerika. Kedden vesszük át a fizut így. Ja. Igen, Dani. Igen. Az jó volt. Igen, Norbi ügyes, nagyon. Jó kis videó lett. Hello. Így van, Zalán, látom, megtanultad. Csak a saját szervereinken játszok, Laci. Van a magyar, Amerika, és a Amerikán most 62-en vannak fönt, magyaron pedig 45-en. Úgyhogy elég jó. Tényleg köszönjük a játékosainknak, hogy maradtak a szervereinken. Gyula, köszi a 2 hónapot, szép estét! Anya, azóta jól van, Peti, köszi. Köszi. Ja, hoho, orgászos pólóm van, így van, gyerekkorom egyik meséje. Én szerettem nagyon. Most hirtelen, a zene benne van a fejembe, de most így hirtelen nem vágom. Sziasztok! Nem tudom, mi fog ma történni, Trox, nem vagyunk főkészülve rá, nem érhet meglepetés. Igen, a Dream Travel utazásirodával, András. Velük. Ahol, akikkel voltunk Görögbe is, meg a Kanári-szigeteken is. Ja, papa is jól van, hónap megyek viszembe Bajára vásárolgatni az öreget. Ja. Kezdődhette már. Sebastian! Hát nem sokára kezdődik. Nagy feje van, Dávid. Köszi. Érted, hogy diétázik az ember egy hónapja, az nagy feje van. Köszi. Csirkeduó 12. Valaki amúgy dusidusán biztos, hogy írt az e-mailre, pedig nem létezik az az e-mail cím. Kutyám, jól van, köszi szépen. A Maci is jól van, Suzi is jól van. Ja. Jó, az ingyen trampolin, igen. Meg ott van. Berepült a házunkba egy trampolin, képzeljétek el. Instán meg tudjátok nézni. Eddig nem volt trampolinunk, de lett. Mára lett. Elég érdekes. Múlt hétvégén, Black. Egy hete. Köszi. Ja, a múltkor volt egy PayPal donation. Felolvasom mindjárt. Csak nem jelzi, majd meg be kell állítanom itt a alertet. Kitől kaptam? Tóth Patriktól kaptam február 4-én, tegnap. Köszönöm, Patrik, köszönöm szépen. PayPal annyit nem mol le, csak most nem írja ki az alert valamit, majd össze kell raknom. Egyiptomba, Kevin, majd nyáron megyünk. Ismertesen sokáig, Ferenc. Nem próbáltunk ki a trombolni, nem áll. Küldtem is a szomszédnak rögtön, hogy itt van nálunk. Csak ők most nincsenek itthon. Hello. Igen, Dani, köszi. Köszi. Valaki ezt szöpőt repül át, valaki ez meg egy trombolin. Hát meglepődtem. Cső keksz. Az Amerikán jól halad, meg van nyitva. Holnap ott játszunk, jó? Holnap ott fogunk játszani Amerikánon. Most 500 karakter történet kell, azt hiszem. Ja. 500 karakteres történet. 64-en vannak fönt Amerikán is, úgyhogy szuper. Az elrejtett szót nem találod, hát benne van pedig, és hiába kérdeztek engem is, mert váltogatni szokták. Én meg azért nem nézem meg megint, hogy tudjam. Jó, hát beszokták írni, de direkt nem nézem meg, hogy ne tudjak segíteni senkinek. Így csábításba esek.
Az a hátsó udvarból repült át Ninja. Kerítés van, de simán átrepült. Magyarom most 45-en vannak fönt. Jó, ez így beindul. Beindul mind a kettő, örülünk neki. Ma lazacot ettem. Lazac. Meg szétgyúrtam magam. Ja. Jó estét mindenkinek. Úgyhogy chat, az a rossz hír, hogy csütörtöktől péntekig nem lesz stream. 18-án jövök legközelebb szombaton. Most hétfő kett szerdán vagyok, utána már csak 18-án. De videó lesz, meg streamek is lesznek telefonról. Cső. Cső. Szeretem az RP-t, igen. Igen. De nem tudom, Ákos. Hát most holnap amerikai, kedd magyar, szerda amerikai. Így állunk jelenleg. Így állunk. Hát folytatjuk, tudjátok, a Mafia RP-t. Tök jó, hogy addig tudtunk magyaron játszani ilyen sokat. Nem troksz, most nem. Nem tudom, Bálint. Nem tudom, a mi szerverünkön? Discordon fönn vagy, kitöltötte a jelentkezési lapot? Mert ugye az elengedhetetlen hozzá, hogy felgyere. Köszönöm, Attilovi. Kiderül, hogy egész a nem eszek palacsintát, Peti. Nem eszek ilyeneket. Protein szeletet eszek. Azzal csillapítom itt az édesség hiányomat. Nem, Black, nem. De akkor többet utaznék, az biztos. Akkor Bálint, nem tudom, a segítségkérőbe írjál Discordon, jó? És akkor megoldják a problémát. Már jó a kábel, igen. Igen. Köszi Viktor a 15 hónapot, szia! Majdhogy nem ennyi ideje ismerjük egymást, ugye? Tök jó. Hogy megy, hogy nem eszed édességet? Hát mert nehezen megy, de hát ez van. Muszáj, ha változtatni akarok. Legjobb is voltunk szülinapon, aztán nem eszünk tortát. Meg csak vizet iszunk. Úgyhogy jó vendégek vagyunk mindenhol. Meg ugye a tuti juice szoktam inni, a titkosat, mert abban 5 kalória van, nincs benne cukor, semmi. Úgyhogy azt szoktam inni. Hello. Ja, vannak András, csak tudod, az is kalória. Érted? Az is kalória. Most megeszek 2 ilyen proteinszeletet, van benne 400 kalória, és akkor egy 40 percet kell edzenem, hogy lemozogjam. Köszi, Norbi! Flexem, hogy Danival beszélek valamit mindig. Köszi, Norbi. Hát, ha ez flex, örülök neki. De nem hiszem. Ez olyan, mint amikor felrakta valaki a dedikáló kártyámat 5500 forinté marketplace-re, és akkor ráírtam, hogy ne hülyéskedjen már. Mert ajándékba kap, tehát az ajándékot ne adja már. Meg nem ér ennyit az aláírásom. 44 van, mit hazudtok? Cső, sziasztok. Köszi Benet, köszi. Sziasztok. Meg hát, ha itt tudok Benet, tudlak titeket motiválni. És akkor, ja. Na várjatok, meg kell néznem. Itt van egy ilyen super chat. Ezt már túltótuk a moderátorok ajándékára. Csatorna tagok. Ez se igaz, mert most csak 428 tagunk van. Hát nincs itt a PayPal alert, úgyhogy azt nem találom most. Nem találom. Most már 45 van. Megyek már! Megyek már! Igen, holnap Amerika. Holnap van ami Amerika. Timár Mihály. Mihány. Tényleg! Mihányt írtam! Mihány! Köszi, hogy szóltatok. El volt írva a cím. Cső. De kukorica cső. De beleesett ő a fazékba. Várjál kicsikém még. RP-zek én még. Nem tudom, hogy kell feliratkozni. Pedig Csaba, fel vagy iratkozva, ha tudsz írni. Vagy csatornatag szeretnél lenni, úgy gondolod?
csatla, leírásba, vagy mit tudom én hol van. Szedd alá! Szedd alá, szedd alá! Valamit terveztünk stream elején. Mi? Jó a net, igen. Mi az az éveket? Laci, ez nem ingyen van ám. Tényleg, leadtuk a Katit. Tényleg. Tényleg, leadtuk a katalizátorokat. Így van, így van. Hello, lesz a lesz, hív fel, fontos. Jó. Talizni kéne. Igen. Nem, nem, tegnap volt a verseny, elkéstünk. Halk vagyok, pedig be van állítva a mikrofon normálisan. Na, Matyit hívjuk fel. Matyi, mit akar a Mátyás korán reggel? Szerintem fő se veszi. Na. Hello, Matyi! Szia, Misi! Na, mi újság? Küldök egy koordinátát, ide jössz, hogy menjek én. Itt vagy? Itt vagyok, hallasz? Misi! Hallasz? Halló! Itt vagy? Halló! Karcsit hallottam, chat. Hello. Misikém. Nem hallasz? Chat, hallottam a háttérbe Karcsikát. Szerintem nem találkozunk a Matyival. Szerintem nem találkozunk a Matyival. Holnap lesz amerikai RP. Na, hallasz? Hallasz? Én hallak, te? Jó, na, a bányánál tudunk majd találkozni? Ja, akkor kimegyek a bányához, jó? Oké, csak még én sem vagyok ott, nekem is oda kell érnem. Hát de itt vagyok a városban, akkor ne a bányánál találkozzunk, érted? Akkor hol találkozzunk? Gyere a Lopland elé. Oké, oké, jó, jó. Oké, cse. Cse, cse. Na. Hát nincs piánk, bakker. Nincs piánk. Na, hát ha Karcsika jön, akkor ha rövidre zárjuk. Ja, vegyem le a pulcsit, mert eladtam. Tényleg, így kell erpézni. Normálisan. Ebbi baj lesz. Ki is kérem az autót. Az a baj, hogy kellene vizet vennem. Indivalót. Nálad van a Kati. Miért van nálam a katalizátor? Hát ezt odaadtuk, nem? Vadál a szponzor nincs, Ádám, elit tagom van. Egy vagy kettő. Ja de, Béla, Vörös Béla, ő 30 ezeres tag. Most nem tudom, hogy meghosszabbította-e. 20 volt nálam? Hát de most is 20 van. Pénzt is le kéne tenni majd, igen. Igen, igen, igen. Látnálunk ide nem a mozgás korlát. Jó, leveszük a rendszámokat. Oké. Húzatok van. Rendszám. Jó. Nincs piám a kocsiba. Hát figyeljetek, akkor... 10. Várjatok. Nem fér bele. Akkor ezt... 20 volt nálam, és 10-et adtam oda a téglának, ugye? Akkor ezt... El kéne... Odaadom egy adminnak. Hol is kezdhetném a sztorit? Talán két éve battam ki a fejemből, alakítottam egy képet. Hiszuntam már a kötöttséget, nyílt a világ kellett. Így ezzel pár... Hello? Hello? Hello, hello, Misi bátyám, figyelj már. Na. Hatalmas hírem van, hol vagy? Na, hát éppen Loplandbe bizniszelek. De... Mi az, hogy bizniszelsz? Hát... Találkozok valakivel, na. Á, Misi bátya, megvan az info, ami... Ezért ezekről a mercisekről. Nagyon jó! Nagyon jó! De az a baj, hogy nagyon szorul a kurok, szóval minél előbb kéne találkoznunk, Misi bátyám. Jó, rendben van, figyelj, akkor ezt elintézem, és akkor megyek, jó? De az mennyi idő kb? Hát, mit tudom én, egy 15 perc. Jó, oké, 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 addig meghúzom magam. Jó, szia, oké, Misi bátyám. Csá, 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 biztos, hogy hazudik. Állandóan hazudik! Na, akkor odaadjuk. Akkor, de 20 katalizátor volt nálam, chat?
Mert akkor ezt le kell adni az adminnak. Nem maradhat nálunk. Hello! Cső Gábor! Szia. Hallod, Mutko, átadtam a téglának a katalizátorjaimat, ő is megkapta, de nálam is maradt. Igen, erről tudunk. Jó, akkor adjam át neked a tizet? Hát nem, duplikálódott, nem? Igen. Akkor azt csak Petinek kell ugye majd kitörölni az inventory. Jó, oké, akkor jó, csak el ne adjam. Hát mindig, akkor átadhatod, ha gondolod. Jó, odaadom neked, mert 20 volt nálam, és 10-et átadtam, de most is 20 van nálam. Jó, jó. Tessék. Megkaptad? Aha, 10-et kaptam. Igen, mert 20 volt nálam. Jó, oké. Dobja le kell valahova? Nem, köszi. Nem. Várok valakit, köszi szépen. Jó, oké. Hello. Hello, hello. Biztos chat? Nem egyet adott a Yasus? Most én össze vagyok zavarodva. Login már nincs, Taki. Batyi Géza! Batyi Géza! Én nem tudom. Meg kell majd kérdezni. Mindegy, nem adjuk le, majd ha megkérdeztük. Nehogy probléma legyen. Igen, szerintem is Máté. Úgyhogy egy darabnak kellene nálunk lennie. Na majd visszaadjuk. Ezt is nem adjuk el. Nem tudok felöltözni, Ninja. Hát eladtuk a pólunkat. Nem, egyet adott. Tisztán emlékszek, hogy egyet adott a Jézus. Mafia RP holnap lesz, jó? Holnap Mafia RP, KED, magyar, szerda Mafia RP, és utána hát 18-án jövök. Hol is kezdhetném a sztori, talán két éve, pattam ki a fejemből, aki... Na Mizu! Hallod, egy kicsit kések, mert elvittek a manók, de... Jó, hozzám már vizet, légy szíve, szomjon halok. Van nálam, nyugi. Jó, köszi. Mindjárt jövünk, hello. Csá. Jövünk, tudtam. Tudtam, hogy Karcsival fog jönni. Kíváncsi vagyok amúgy. Köszi Novák Bálint a live rajongói tagságot, nagyon kedves vagy. Én már a Mafia RP-t egy kicsit tudom. Hát Oscar ott is az egész szerver memo céket kapott. Ha ez így izgalmas lehet még neked. Mindenki visszakapta az autóját, a pénzét, a frakció pénzét, megvannak a frakciók, de info, a rendőrség is kitörölt az adatbázisból mindenhonnan. Nulláról indul mindenki információ tekintetében. Jaj, ja. RP-zzem le, hogy kiveszem a pólót, megint. Ja, jó, Oscar, jó. Most várjuk Matyiékat aztán, hát dolgozni is kéne máma. Most kíváncsi, hogy Joker mit akar. Hát Bence, most éppen live-olok, úgyhogy most nem, ne haragudj, de utána igen. Olyan, mint az egészen újra kalott volna, így van, csak ugye megmaradtak a pénz dolgok, meg ilyenek. Nagyon durva volt ez a két nap a fejlesztőknek, meg az adminoknak ott. De 65-en fönn vannak az Amerikánon is, úgyhogy örülünk neki. HQ megvan. Persze, Gergő, azt mondom, hogy a frakciók minden ugyanaz marad. De bácsi! Elbújok addig ide. Kónom. Hum vagy, Misi? Halló? Itt vagyok! Csak pihentem a csomagtartóba! Nincs pólód? Nincs, eladtam, képzeld el. Ja, jó, teszed. Na, Mizu, Matyi! Gyorsan mondjad, mert utána már máshol kell lennem. Hát... Itt 50-en vagyunk. Találkoztam vasemberrel.
Nagyon jó, én is nekiadtam le a katalizátort. Itt azt laknak. Azt hittem, hogy meg nem is ismered. Itt van a Lopland, hát azért itt... Tudom, hát ja? Azért... Mi is adtunk már neki, hogy szerezzünk információt. És hát mennyi veszi ne, a tizet? Pakba veszi, ugye? Mennyi veszi? Igen, de nálam csak 8 katalizátor volt. A igen? Többiből mind meg volt a 10, úgyhogy 75-et adott. A 70-et?! Figyelj, nekem ja. Mindenből meg volt a 10 és 100-at adott, de a Jézusnak meg 120-at. Ezek állandóan alkudnak. Bemutatnám pár barátomat, bemutathatom? De mutasd, persze. Gondolom, a Karcsit hallottam a telefonban az előbb, úgyhogy tudom, hogy ott nem van. Nem volt. Miért? Ő börtönben van, nem? Hát, vágom. Gyertek. Na, úgy akartam mondani, hogy hát van Karcsiként saját ismerik. Rádiónk is. Na, tényleg, be van dúttál, Matyi. Nem, illegális. Köszi, Ducsi 3. Miért? Akkor mentő vagy? Mentős? Nem, hanem csak így haverokkal, de majd akarunk egy céget. Annyi, hogy gyorsan fizet, légy szíves. Na hát persze, alapítanak persze, egy frakciót, úgy néz ki. Pör jó lesz. Persze, bármi jó, csak tényleg nagyon szomjas vagyok. Csak hát utána megyünk Jokerrel találkozni. Szerintetek tessék. Hazudik? Az a baj, hogy Joker, de kiszámíthatatlan. Na jöttök már. Na, várjál, arrébb kell mennem. Várjál, telefonálok. Azzal jönnek. Kama itt is vannak. Ez milyen jármű? Ez igen. Ez igen. Sziasztok, hello. Bemutatnám nektek Team Army Mihályt. Pusztit már szerintem ismered. Hello, sziasztok srácok, cső. Mi? Kopak Pityu? Aha. Igen, meg Guszti? Én meg Lakatos László. Lakatos László. Te már ismered a Gusztit, tehát tegnap előtt is ott voltál az ügyön. Persze. Láttalak én. A bányánál, igaz? Emlékszem. Láttalak téged. A bányászos kötekedő. Így ismer a rendőrség téged. A bányászos kötekedő. Engem. Hát az öcsém a Gusztika. Tényleg? Hát és a Guszti állandóan kötekszik mindenkivel? Igen. És annyit szeretnék mondani, hogy Walternak add át, hogy üdvözlöm. Jó. Csókolóztok, vagy mi? Nem. Gusztika gyorsan ment, aztán... Mindjárt jövök. Jó, de ne sértsetek törvény, srácok, mert lecsap a Walter kez, akkor végetek van. Jó. Én meg annyit mondok, hogy üdvözlöm a copfoskát. A copfoskát? Igen. Már ez jó. Az nem a, izé, a kolompár, vagy ki az, vagy ki ilyen. A Bendegúz? Az nem az a copfos. Az, szerintem az lesz, nem? Az a szőke. De én nem tudom most így hirtelen, de majd megnézem. Figyeljetek már, és akkor mit mondtál, Matyi? Nagyon jó, hogy ilyen embereket összeszedtél. Mit akartok kezdeni? Hát majd szeretnénk egy ilyen autókereskedős, roncstelepes ilyen bizniszt majd. De nem illegális, nyugi. Ilyen kereskedős cucc. Kereskedős, ez nagyon jó. És akkor akarjátok majd bővíteni a csapatot? Vagy így négyen összehozzátok? Hát majd... Majd lehet, hogy bővítjük, igen. Majd bővítjük, hogy csak. Te is. Figyelj, majd ha kirúgnak téged onnan, akkor jöhetsz hozzá. Jó, köszi. De hát figyeljetek, miért nem próbálkoztok be itt a Loplandeseknél? Á. Vagy azok ketten dolgoznak csak? Nagyon pitik. Hát tök minimálba dolgoznak. Hát ja, elég durván lealkudják a cuccokat, mondta itt a Matyi nekem a katalizátorokkal kapcsolatban, úgyhogy... Ja. Jaj, katalizátor. Jó, és akkor a bányába dolgoztok most, amíg nincs más? Igen. Jó van. Néha még így hobbiból vadászunk, kétszer meg szét is vert egy ilyen vadmacska. Egyet csak egyszer, nem? Na, de aztán a kedves doktornő az ellát. Na, jól van, örülök neki. Jó, hát figyelj, örülök neki, Matyi, hogy akkor ilyen barátokat találtál. Sok sikert nektek, aztán bármi van, telefonon elérsz, ha tudok valamit segíteni. Annyi, hogy azt nem tudom garantálni, hogyha gyors hajtotok, azt elnézik a többiek, érted? Azt pedig nem vártuk. Hát gondoltam! Vagy ha lecsuknak, ne adj Isten valakit! Egy kérdésem lenni olyan. Én leszek az első. Igen? Kedves Timár úrhoz. Igen?
Hogy ez büntetendő? Hát, figyelj! Attól függ, hogy mit akarsz vele csinálni. Ha csirkét akarsz vele fődarabolni, nem biztos. Csirkét, meg ezért vadállat akarok. Jó, de pont így. Uraim, ne haragudjanak már, hogy ez fizetős parkoló, csak hogy jelezni. Rendben van, akkor megyünk is. Na, hát nem, már itt parkol, tudom, hogy maga már itt parkol régóta. Kicsoda? Most, már meg is írom a csekket. Te milyen csekket? Hát ne hülyéskedjen már, hát mi az, hogy nem ingyenes parkoló? Megvédjük, Mihály. Figyelj már, tényleg, azon ne nagyon hadonászta főleg emberek előtt, mert a törvénykéz a lecsap. Nem, nyugi, nem madonász. Figyelj, te írja a csekket! Mi csak hobbiból néha vadállunk, az erre kell igazából. 400 ezer az lata. Írja a csekket! Hát igazából tényleg vadászatra kell megjelenek. Jó, jó, figyeljetek srácok, mondom, nem tudok segíteni, hogy valamit törvénytelen csináltok. De viszont... Nekem sem. Hát nem tudom... Hogy ez a négy vodka, nem tudom, hogy ez most kinek kell, kinek adjam oda. Vodkát? Mi sikkel az megisza? De mi az, hogy megbüntel ki? Mióta fizetős? Az ne hülyeskedjél már! Baba rózsa! Hát ezt senki nem mond... Maga a Loplen dolgozója? Hát igen. Ja, akkor jó, akkor rendben van. Akkor rendben, akkor elfogadom. 2000 forint, 20 perc parkolás. Azt a mindenit. Azért ez durva. Majd a gézzük el, hogy látja, hogy néz ki, majd jó, majd vele rendezem. Jó, jó, jó. Jó. Az Isten áldja. Minden jót. Jó, srácok, én megyek, akkor találkozunk majd. Matyi, nyugodtan a srácoknak megadhatod a számomat, ha kellek. Majd találkozunk. Jó van. Na, álló, álló. Na, sziasztok. Álló. Viszontlátásra. 2000 forint, hát normálisak ezek? De azért add át a Walternak, hogy üdvözlöm. Jó, jó, átadom. Jó, a copfosnak. Hú, ez a szó, de földeges itt copf. Na, chat, megyünk akkor Jokerre találkozni. Csak átállunk-e mi, de ez talán nem fizetős. Igen, rendőr vagyok, igen, igen, igen. Ja, még én fizetek azért, hogy átvegyem a katalizátort lassan, tényleg. Hogy átadjam, na. Na, küldi a cuccot. Na, örülök, hogy Matyiék itten. De Sumákónak szerintem. Sumákónak. 2 perc. Addig elmegyünk gyorsan egy ruhaboltba. Hát megbüntettek parkolásé. Veszek egy ruhát. Hát ugyanolyat veszek, csak mondom, hogy lárpézem már. Tényleg eladtuk. A pénzt is le kellene tenni. Hú, tényleg Joker nehogy elvegye. Nagyon jó. Ki mondta? Már megint. Nagyon jó, hogy mondtátok. Ez jó ötlet. Jó. Jó napot kívánok, egy Mortal Kombatos pólót szeretnék vásárolni. Jó, meg is találtam, leveszem. Oké, hát SS, mindegy, feszülni fog egy kicsit, de jó lesz. Jó, rendben. Fizetés nélkül távoznék. Nem, itt hagyom. 1000 forint, ide leteszem az asztalra. Látom, hogy na most önök se várnak. Nem állítanak ki számlát, köszönöm. Na, nem csinálom le chat. Most nem húzzuk ezzel az időt. Megyünk. Megyünk a bankba, gyors lerakjuk a pénzt. Vagy egy boltba? Ez milyen bolt? Milyen bolt? Persze csak leerpészte, hogy megbüntet. Persze, vágom. Ez milyen bolt itt? Itt is van ATM? Na, az igen. Bakker, persze, hogy olyan boltba jövök, ahol nincs ATM, de veszünk akkor vizet most már. Van hamburger. Kenyeret veszünk. Jó. Jaj, jaj, jó. Itt nincs ATM. Poloskázzam be magam. Á, most nem. Úgyis elmondunk mindent. Úgyis mindent elmondunk. Chat, mondom az újaknak is, holnap Mafia RP, jó? Beindult az amerikai szerverünk. Folytatjuk tovább a Mafia RP-t holnap.
Annyi, hogy az egész szerveren info CK volt, mindenki elfelejtett mindent. A nulláról kezdi mindenki az infókat. Ezt erre a döntésre jutottunk. Szerintem ez így rendben van. Nem ölnek meg. Ez felesleges lenne, nem tudnánk hogyha tovább haladni. RP szempontjából. Leszek Szoliba, persze, találkozunk Jokerre, aztán megyünk dolgozni, egyértelműen. Egyértelműen. Jó, lerakjuk, mennyi pénz van nálunk. 121, akkor 126 leteszünk. 110-et, hát ha. Jó. Jó, jó, várjuk a koordinátát, és akkor menjünk tankolunk egyet. Megcsináljuk ezeket. Kis kezdetném a sztulit, talán két éve. Na csá! Há, érted megyek, merre vagy? Hát mi az, kocsiban vagyok, éppen furikázok, meg tankolok, mondjad, hogy hova menjek. Azt a mindenit. Gyere már tudod ki a csirkőzemhez, tudod? Jó, rendben. Oké, okay. ott ali az a baj, hogy most figyelgetnek és kicsit már vagyok parázva, nem, szóval... Csapd be. Szóval kicsit aggódok. Jó, oké, okay, Mihály, okay, siess, megyek, jó? Csöcső. Csá. Csetti már Mihály élete véget ér. Fosok. Biztos, hogy lesz ott más is. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy meg... Ilyen tankolási módszert se láttam még amúgy. Főhívom Molnár János, hát ha. Nem megyek versenyre, mert az tegnap volt. Csak nem volt netünk. Csőbéci. Van, kinek a számát tudom elkölteni? Nem látom. Balodnak az... Jézusnak? 3-33, 4-4-4-4. Jó. Tegnap leszakadt a vezeték, azt nem volt a net. Na, csak menjünk a csirkőzembe. Aj, de eszek, iszok már megint. Zomjas vagyok, nem szeretek úgy menni. Miért kopasz a bácsi? De Molnár János nincs fent a szerveren, mert nem vette fel. Nem veszem fel a Solid Chat. Nem veszem fel. Most vagányak vagyunk. Aztán lehet ez lesz a vesztünk, de nem baj. Kockáztatunk. Miért látok is fújt a szél? Persze, lett egy trambulinunk amúgy az háznál. Beszállt egy trambulin az udvarunkba, képzeljétek el. Nézzétek majd meg. Instán kitettem. Hol van a csirkézem? Bakker, ez is jó közel van. Azt nem tudom, hogy a telefonsági hangnak mi a... Kéne új autó. Jó ez! Meg van egy motrunk is, csak nem tudom melyik publikba raktam. Autó törlés 10 másodperc. Van, jó van. Megtartottátok, hát visszaadjuk majd a szomszédnak. Menjél már! Hát jó van, megáll. Cséplő üzemet mondott. Dehogy Levi, csirke üzem. Nem, elküldtem a videót a szomszédnak. Hogy, hát itt a trambolinjuk. Majd visszavisszük.
54-en vagyunk fent. Na hát ez jó. Jó, 65-en vagyunk Amerikán, most 54-en itt. Teljesen rendben van. Milyen cséplő üzem? Ne izéljetek, mert nincs is olyan a szervere, hogy a mapa cséplő üzem. Csirke üzem. Mi lenne cséplő üzem? Ez olyan, mint a... Hú, melyik zenében van? Csépeltünk a nyáron. Lányom, édes lányom, csépeltünk a nyáron. Ugye? Kivarja meg immár? Valami ilyesmi. Rossz a live. Monster! A jobb felső sarokban van az X! Csépelnek, ja. De hogy azt mondta! Na meglátjuk, ha ott lesz a csirkézem, akkor nekem van igazam. Baleset! Te jó ég! Monster jó vicc volt. Sírkál nekem. Én vagyok a magyar Shakira, igen, láttad a videót? Egyek már. Na itt a... Na, chat, hova szól a GPS? A cséplőüzembe? Jó, ez most már cséplőüzem. Ezt ti neveztétek át cséplőüzemnek. Ezt most már ti nevezt, cséplőüzem lesz. Képítsd be egy házat vagy kocsit. De be tudunk amúgy, nekem nem kell fizetni érte, de amíg nem indul be a PPV-zés a szerón, nem akarok előnyt élvezni a többiekkel szembe. Az amerikán is így volt. Én nem akarok előnyt élvezni semmiből. Majd ha a többiek elkezdenek pépészgetni, akkor majd én is. Köszi Noel. Na nem vittem el! Ez olyan M6-os autópálya Pécs fele alagút. De úgy gondoltam, Johnny, ha többnek. Na nyomjuk! Kíváncsi, hogy félek egy kicsit Jokertől. De utána ugye leadunk mindent. Én a rendőrséggel vagyok, ez nagyon fontos chat. Hogy a Jokertnek azért mondunk ilyeneket. Ja, meg elmondjuk, mi a Dobes Lina, meg Dobes Walter, hogy elmondhatjuk a teljes nevét. El kell nyernünk a bizalmát, tudjátok. Na, Moré! Moréja! Hello! The best. Nem vagyok Sullivanma. Nyomozói munkát folytatok. Engedély nélkül. Egyszer kikapok amúgy, ha ez kiderül. De mindegy. Lina is admin, igen. Igen. Mikrofon nem raktam fel a poloskát. Megállunk, főrakom a polos. Nem, mert az a baj, hogyha lebukunk. Most hagyjuk a poloskát, így is kétszer rajtunk volt. Na, a cséplőüzembe megérkeztünk. Tátúró megyünk be szerintem, mert odaérünk, hogy itt álljunk meg a cséplőüzembe. Hát jó van, megállok itt a cséplőüzembe. Ide elrakom. Bendrex nem leadta már. Már nem is játszik, azt hiszem, Amerikán. Jár dedikáló kártya Bálint az 1000 forintoshoz. Te 600 forintos tag lettél, vagy 1000 forintos tag? Ahhoz jár az a jutalom. De itt olyan zenéket ismersz, amit senki, csak te. Csabika, ezt, hogy csépeltünk a nyáron, hát ének második osztály. Ó, bakker, de büdös van itt. Tegnap téglát üldözték a rendőrök. Nagyon helyes. Nagyon helyes.
rem... rátúvadnak. Gondoltam, hogy mire hátraérünk. Ez a cséplőüzem, igen. Ja, nem, Bálint, sajnos ahhoz nincs. Ahhoz az van, hogy előbb visszatod nézni a live-ot. De köszönöm szépen. Neki több esze volt. Itt vagy? Joker, itt vagy? Köszi Mário a 7 hónapot. Jaj, de befostam! Hát mit csinálsz ott hátul a dobozoknál? Sarkobba beszéljél. Ja, bocs már. Mindenhol figyelnek, mindenhol figyelnek. Mit, ki figyel, mondj, a Mercedesek? Ki az a Mercedes? Hát te mondtad, hogy a Mercisek figyelnek. Ja, igen, 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 figyelj már. Na. Figyelj már, Baktusz, figyelj. Na. Lenne egy kis dolog. Na, mondjad. Ezt foglaltam le. Na, pillanat. Dobd fel a kezedet, légy szíves, Mihály bátyám, most azonnal dobd fel a kezedet, nem most van. Ne szórakozzál már! De miért vagy kiborulva? Na ki vagy te valójában? Mi az, hogy ki vagyok én? Hát ti már Mihály törzsőrmester! Aha, aha, és hogy Jézus miért mondja ezt? De a Jézusnak papírja van arról, hogy bolond! Nem mondom még egyszer, ki vagy te? Ti már Mihály törzsőrmester! Törzsőrmester. Így van! Küzdök azért, hogy főtörzsőrmester legyek! Ne öljél meg! Ne ölj meg! Balhé! Rendben, Mihály. Nem hazudok, hát eszem ágába sincs hazudni! Megkérdezheted a rendőr főkapitányt is! Dobes Waltert! Dobes? Dobes! Felesége Dobes Lina! Főnök asszony. Aha. Értem. Főnök asszony. Hú, de befostam most. Figyelj, figyelj Mihály bátyám, lenne egy kis probléma, az a baj. Ah, mi a probléma? Megoldjuk, jó? Nyugodjon meg, szerint nem, nyugodj meg. Nem, nem, tedd le kezedet. Nem, 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 Mihály bátyám, kezdek félni. Az a baj. A gettós vadállat kicsit most. Ah. Te hallod, én értem, értem, teljesen fel vagy zaklatva, én ezt tisztában vagyok vele, de nincs olyan helyzet, amit nem tudnánk megoldani. Mihály bátyám, az a baj, hogy... Itt kaptam egy dolgot. De Jézustól ne higgyél már semmit. Pillanat már hívna. Hú, a Jézus megint el kell kapni. Jaj, tényleg a kupolánál láttunk veszélyes embereket, emlékeztek rájuk? Az a, hogy nevezi Jézus őket, Heródesék? Jaj, véletlen nyomtam Baktuszra egy képet. Figyelj csak, úgy átadtam minden információt a Baktuszekről, igaz? Hát mindent nem, csak az, hogy hol laknak a szőlősbe, ennyi. Meg... Ennyi, ennyi. Ennyi információt adtam át. Ennyit mondtál, igen. Nagyon jó, figyelj csak. Fülembe jutott, hogy szakál fel fogod keresni. Hát ezt már mondtad, de azóta se keresett fő. Az a baj, hogy már engemet is akar. Tehát te fegyvert veszel tőle, nem? Hát mi jölné meg az üzlettársát? Nem én ezt láttam vele, hanem a főnököm. Ér, hát de akkor miért akar téged bántani? Vagy miért akar téged? Mi az oka? Tudomására jutott. Igen, Gábor. Mihály. Igen? Ne hozd rám a szép bajt! Nem hozok, hát nyugodjál. Te ne gyere, menjünk beljebb, te mi? Jó. Támadásra kész? Vagy... Is kezdhetném a sztorit, talán... Valaki hív, lehet a szakál? Vegyem föl! Igen? Hello? Na, hello, hello. Szakál magasz! Ki tudja, lehet, hogy én, lehet, hogy nem. Ez a haverja, ez a haverja, felismerem. Úgy hallom, engem keres. Igen. Mhm, jól meggondolta ezt? Jó a szám! Hát, hogyha... Én nem akarok veszélybe kerülni, uram, én csak beszélni akarok önnel. Mondjuk, hívj össze egy találkozót. Egy találkozót szeretnék megbeszélni önnel. Találkozót. Hát nem is tudom.
tudom, mivel foglalkozik. Ez lehet Mihály úr. Vagy szólítsam Tímár Mihálynak? Igen, uram. Nagyon nagy töb is érte magát, úgy hallom. Igen, igen. Mikor, mikor tudunk találkozni? És hol? Hát... Szerintem Hunter, nem? Ezt még átgondolom és vissza fogom őt hívni, rendben? Rendben, köszönöm. De azért tudja, hogy... ez így nem jó ötlet, hogy minket keres. Ez ki mondta? Azon belül is engem. Ez ki mondta? Én nem akarom bajba sodorni önt. Ez a mágában sincs, én csak egy találkozót kérek. Hát Mihály, maga már elég bajban van. Már csak azért is pedig engem keres. Hát olyan információm van a birtokomban, hogy ön fegyverrel kereskedik. Ennyit tudok önről. Aha, aha. És véletlenül... véletlenül került a házamhoz. Te iszkolok egy kicsit. Melyik a háza? Hát nagyon jól tudja, nagyon jól tudja. Ott volt a múltkor, nem? A szőlőskertre gondol? Hát talán. Hát oda ez a... állat Joker vitt oda. Nem mondod, hogy tudom, én mit rak tudom, oda. Tudom. Ő is. De miért vagy ilyen? Miért mondod, hogy tudja, én tudja, hogy te voltál. Ez most kinek mondta? Talán ott van magával? Csészli van közöttünk, vagy a rendőrség közt. Hát őt keresem már egy jó pár napja. Tiszta ideg! Tiszta ideg! Tedd már azt a fegyvert! És mennyibe kerül egy fegyver önnél? Mi? Venni akar Mihály úr, mi? Hát csak kíváncsi vagyok, hogy mi újság a fekete piacon, tudja? Hát de miért akar ennyire tudni? Hát maga rendőr tudomásom szerint. Minden tudok magáról, uram. Akkor most veszélyben vagyok? Hát nézze Mihály, megmondom, őszinte leszek magával. Hogyha már meg akartam volna ölni, már rég megtehettem volna. De és megmondom őszintén, hogy szükségem van magá. És lehet egy kérdésem? Tegnap előtt a kupolánál jártam, az a rengeteg autó, azok önök voltak? Miért? Kupolánál jártam? Nem. Mikor? Veszélyes emberek voltak ott fönt, aztán ott beszélgettek. Igen? Milyen, mit látott? Milyen veszélyes emberek? Mit látott? Nem tudom, csak jó, beszálltak a kocsiba, azt én már húztam Michel onnan a csíkot, mert fostam. Az igen. Maga ilyen fosós ember? Előfordul, uram. Előfordul. Igen, igen, igen. Hát, és akkor hogy lett magából rendőr? Hát... csókos szájú vagyok, tudja? Csókos vagyok. Az igen. Mindenkivel csókolózik, vagy mi? Nem mondja ki ilyenek, tisztelettel beszélj. Tisztelettel beszélj vele. Hát, értem, értem. Na mindegy, maradjunk annyiban, hogy... nem is érdekli, honnan tudom a számát egyébként. Úristen. Hát nekem a itt a Joker mondta, hogy hívni fog ön. A gondom ő adta meg. Hát, lehetséges, igen. Jó, és találkozni szeretne velem. Úgy, mint a múltkor a Jokerrel. Hallottam az esetről. Nem. Az is igazából teljesen véletlenül sült el úgy, ahogy el kellett, hogy süljön. Mihály úr, meg van figyelve. Tudom az összes lépéséről. Ezt csak ugye rál, uram, így barátilag. Rendben, akkor tudja, hogy nem lehet baj belőle. Hát, én nekem nem fog bajom esni, de elképzelhető, hogy magának igen. Ezt szeretné, Mihály? Nem. Rendben. Jó, Mihály, fogom még őt keresni, rendben? Rendben, ezen a számon elér, uram. Rendben. Na jó van, aztán vigyázzon magára, és nézzen a hátam mögé, azt mondom magának. Rendben, viszont hallásra. Viszont hallásra. Tudja, hogy veled találkoztam ott, és azt mondja, hogy azért nem akar találkozni velem, nehogy az legyen, mint múltkor, amikor mi ketten találkoztunk. Tudtam, hogy figyelnek. Figyel, most is mondja, hogy nézzük a hátam mögé, figyelnek minket, és mindent tudnak rólunk. Kicsit fusszát vagyok ilyenkor. Ijesztő mély hangú bácsi. Úristen. Most hogyan tovább, Mihály? Hát nem tudom, hol vannak a haverjaid? Nem tudom. Hát, az a baj, hogy...
Félek ettől szakáltól egy kicsit. Nem csak te, meg én is. De azt nem derült ki, hogy téged... Mondta, hogy keres téged. Mondta a telefonban, hogy keres téged. De azt nem, hogy miért. Azt... Rendben, Mihály. Szólok majd Walternek, hogy kitüktetésben részesülsz. Miért? Szép munka, szép munka. Én egy beépülő rendőr vagyok. Ügyes vagy, Mihály, ügyes vagy. Na, aggódj, csak vicceltem. Az a baj, Mihály, hogy nem bízok benned. Szóval vagy csicsereksz szépen, vagy itt helyben meghalsz. De miről? Miről? Amit a Jézus mondott. De a Jézus! Azok... Figyelj, jó, le fogom fotózni neked azt a papírt, jó? Találkozok vele, és le fogom fotózni neked azt a papírt. Nem normális a csávó. Ő azt állítja, hogy ő Jézus fia, és a legnagyobb, hogy ő mi... Okos, meg bölcs, meg... Elmentek otthonról, érted? Agyilag zokni! És én most mennyire hihetek neked? Felhívom. Ide hívom. Nagyon jó, rendben. Ide hívom. Hívd ide Jézust. Ide fogom hívni. Hívd ide nekem Jézust. Megmutatja, hogy nem normális. Jó, csak vegye fel. Parker, pont most nem veszi fel. Az a kicsi baj. Figyelj már, nem tudom. Ezt nem hiszem el. Pont most nem veszi fel. Biztos alszik már megint. Jézus hazudni fog. Igen, ő váltig állítja, hogy normális. De én láttam a papírt, hogy nem normális. Uci, igen. Na, Mihály bátyám? Hát figyelj, nem érem el. Na? Nem érem el. Nem érem el telefonon, majd visszahív. Meg, ha találkozok vele, akkor lefotózom neked azt a dokumentumot, jó? Rendben. Walternak megvan az a telefonszáma? Nincs. A hölgyeménynek? Nincs. Rádió bármilyen... szoktunk beszélni, de ugye most nem megyek szolgálatba, és rádióra se tudok felcsatlakozni. És valami más ember az állományból telefonszám? Megnézem. Matyika, ő nem. Őtönyös. Szakál, akkor nem az a száma. Akkor ezt kitörőhetem. Igen. Vasember, ő Loplandbe dolgozik. Mentőszolgált, rendőrség, taxi, szerelő, serif. Nincsen semmiféle kontaktod? Hát mondom, hogy rádió szoktunk mindig szolgálatba, de most fősatok léptél, nem egy szolgálatba. Nem. Olyan a rendszer, érted? Ezt jól összedobták. Miért, mit akartál volna? Fú, Mihály bátyám. Beteg vagyok, Mihály bátyám. 6 rendőr van csak fönt. Igen, miért? Agybeteg. Na, mint Jézus? Nem vagyok Jézus. Beszéltem múltkor Jézussal. És igaz, ott tök normálisak, mint a csávó. Persze, hogy normális, hát előadja, hogy normális, de mondom, hogy a mentős kiállított egy papírt, hogy beképzeli ezeket a dolgokat. Akkor azt ott honnan tudtam, mert azt te is megerősítetted, hogy két ember, aki a kollégád volt, azok ugye eltávoztak az állományból. Hát így van, hát amit elmondok neki, azt másnak is el tudja mondani, de őt sok mindent kitalál, tudod? Jó, felhívom akkor én Jézus, jó? Jó, hív fő, nem fogja fővenni. Biztos? Biztos. Fú, a Jézus is, hogy bekavart chat. Azta. Nyomjatok egy lájkot, köszi! Lehet subgiftet osztani, már nem tagok is tudnak, köszönöm! Okay. Félek Jokertől. És Szkán még mit mondott? Halló Jézus, szia! Szia Jézus, figyelj, már küldök egy koordinát, a gyere meg, légy szíves. Hazudik.
itt van előttem Mihály bátyám, és akkor itt te nézel, hogy te ilyen hülye vagy, meg ilyenek, mert azt mondta, hogy Jézus az színész volt, meg ilyenek. Jézus színész volt, meg ilyenek. Küldj a kolóját, és gyere már légy szíves ide, jó? Köszönjük, János. Szia. Na, küldjök neki koordinátot. Ő tényleg egy színész. Na, várja már, hív valamit. Ki hív? Hello? Hallod, Mihály, fontos! Mondjad! Nagyon fontos, kéne beszélnünk, nagyon fontos. Hát most nem érek rá, mondj telefonon, ha nagyon fontos. De nagyon fontos. Jó, mondjad! Kivel beszélsz? Nem, ez nem telefon téma. Hallottam. Régi cimbora, akivel a városba érkeztem. Ja. Na, hát figyelj, merre vagy? Vagy ide jössz, ahol én vagyok? Megyek, nem hol vagy? Jó. Nem ér ide senki. Jó, küldöm, fordít, cső. Nem fogod, aki küldöm. Már meg egy szívességet, nyírd már ki. Na, akkor hívd ide. Ki az nehogy gyerek? Kinyírd. Valamit akar. De akkor ne hívd ide. De valamit nagyon, azt hiszem, nagyon fontos, lehet veled kapcsolatos. Ó, milyen velem kapcsolatos? Hogy hívják a gyerekeket? Hát, minek mutatkozott be, nem tudom, még együtt csináltuk a jogsit, utána meg más útra mentünk. Ha, értem. Küldhetem neki a kordit? Nem. Félek, hogy izének küldöm a rendőrségnek, hogy valamit. Jó, írtam neki, hogy most nem jó. Nagyon király, ügyes vagy. Ügyes vagy, Misi bátyám. Na, figyelj, akkor most mi legyen? Jézus idejön, és akkor majd tisztázod a dolgot, jó? Hát jó, mondom, megmutatja a papírját, én elolvastam, direkt elolvastam. Nem normális a csávó, érted? Uh-huh, ő egy színész. Értem, Mihály bátyám, értem. Írt János, vágom, csak nem telefonozhatok nagyon, cset. Jaj! Ez biztos véletlen volt, hogyha főszednek. Köblő Alex, köszi szépen! Dobj egy e-mailt, jár a két dedikáló kártya és a Facebook jelölés. Ez véletlen volt. Ne, hívod, mint... Ugye ezt majd kiküszöbödik. A fegyver a kezedbe, akkor bárkit leüthetsz így. Azt mondja, hogy jaj. IC ügy. Jaja. Itt van Jézus. Itt van Jézus? Hol? Ezt a fejbe tényleg el kellett volna tenni. Nem, ez ilyen, ez sajnos, ezt majd javítani fogják. Azt mondja, jó vagy, Mihály bátyám. Írt, egy angyalkának. Én írjak? Véletlen a helyben. Meg is értek ki rá. Leütöttek. Véletlen leütöttek. Hát múltkor tudjátok a rendőrt is leütötték a bankrabláson. De jó vagy, Mihály bátyám? Ezt nem tudom. Nem tudod magadat ilyen izébe tenni, Mihály bátyám? Nem tudom főszedni magam, nincs rajtam rejtett admin. Nincs rajtam, majd szólnom kell a srácoknak. Úgyhogy fészednek nem sokára. Majd kérek, ja, milyen rejtett ad, mint ami van Amerikán és... Ciao. Hello. Peti! Hello, köszi! Hello! Szívesen, na, csöcső! Csöcső! Bocs! Itt van Jézus? Aha, itt van Jézus, hát nem tudom, hogy... Körülis kezdhetném a sztorit! Majd már megint hív ez a csávó! Pattam ki a fejemből, alakítottam egy képet, hiszuntam el... Rendőrség elviszi! Mi van?! Adjál neki, ne hagyd magad! Jó, valakivel kiabál. Na, mondom, papírja van a Jézusnak arról, hogy nem normális. Ezt láttam, ja, ezt az orvosi papírt. Hol? Itt van. Jézus, itt vagyunk, gyere! Tényleg itt van, de nekem miért nem vette föl a telefont? Jézus! Sértesség, szavasz, kicska fiam! Hát nekem miért nem veszed föl a telefont? Miért? Te is hívtál? Nekem hívtalak! Te érted, nekem nem veszed föl a telefont, ennek meg igen? Mi az, hogy ennek? Neki meg igen? Na miért? De te nem is kerestél, drága barátom. Na mindegy, mutasd csak a fogyis papírodat! A fogyis papíromat? A fogyis papírodat! Ja, a fogyis papírodat.
Igen, mut, ó, hagyj olvassa már el, amit a mentőszolgált kiállított. Nem lehet neked elhinni ugye semmit, mert nem mondasz igazat. Mindjárt ki lesz szakadva. 6 rendőr van csak fönt. Most sok az illegálos. De miért nem vette fő nekem a telefont? Hát utána rögtön hívta, és most tényleg nem hazudott a Baktus. Jó, és átnézem. Hát ez tényleg gyors volt. Ne, akkor nem, ne beszélj addig, beszélni. Ne beszélj addig. Nem szóval addig beszélni. Nem futok el, hát. Eszek iszok. Lett egy új tagunk, jelzi a, nekem a számláló, de a chaten nem jelent meg. Valószínűleg bannolva vagy a chatről, majd feloldala, köszönöm. Most mutatja meg a papírját. Aha. Mondom, látod, nem hitté nekem. Hát hogy higgyek neked? Na, de most már elhiszed. Hát, ja. Jézus, te miért? Most. Köszi Drain a hit. Nekem, oda volt írva a papírat, teljesen normális ember vagyok. Várjátok már, mert itt a rendőrség mozgolódik. Ne, ne, nincs köze hozzám. Jó, hopp. Itt ennek meghalna. Akkor az tényleg igaz. Na, köszönöm. Azt a mindenit. Én még itt be voltam parázva, hogy tényleg becsugó vagy. Nem kell, dehogy is. Te jó ember, hogy úgy látom. Igen, igen. I am good man, így szoktam mondani. Látom, Sub-Zero. Nagyon jó megy. Sub-Zero. Jézus, itt vagy? Vigyázzon azzal a mortás gombás játékkal? Milyen gombás játékkal? Hát ott van a hátán a démon, mortás gombás. Amúgy tényleg. Na, most, hogy ezt tisztáztuk, akkor rendben vagyunk. Hát így már rendben vagyunk, igen. Igen, Mihály bátyám. Milyen jó, hogy pálinkát indultam el főzni, azt még most sem jutottam oda. Lehet pálinkát főzni? Hogy? Hallod, Jézus? Tudod, mit felejtettél nekem mondani? És haragszok is rád. Mit? Képzeld el, hogy 2000 forinttal megbüntettek a Loplandi parkoló előtt, mert hogy fizetős a parkoló. Hát az nagyon ráhúztak téged azt a Loplandi. Rátette a szélvédőre, hogy 2000 forint a parkolási bírság. Hát az ilyen saját felhasználású kölcső volt akkor szerintem. Fú, jó, akkor nem fizetem be. Én mindig ingyen parkolok, nézd. Jó, akkor nem fogom befizetni, ennyi. Hát jó. Most ilyen sóher vagy még csak a fia, most 2000 forintére kiállsz. Figyelj, hát ha nem kell parkolás fizetni, minek fizessek? És mucig vagyok. Mondjuk, neked sose kell, neked sose kell, pedig ráparkolok a rokkantra is. Na, Jézus, de akkor ne beszélj butaságokat, főleg... Mi honnan ismeritek egymást? Várjatok! Hát ő te akart nekem katalizátort adni. Nem ja, viccel. tényleg. De utána Istenem. Mondta, hogy mondtál neki valamit. Hát persze, hogy mondtam neki valamit. De nem te, hanem Jézus, mondtál neki valamit a Jokernek. Mit mondtam? Mondok? Semmit nem mondtam. Semmit azt mondtam, nem mondok. Én nem foglalkozok karburátorral, annyit mondtam. Így van. Meg katalizátorral. Hát jó, de most tisztáznunk kellett, hogy nem vagy normális. De normális vagyok, hát tudom miért jöttök állandóan ezzel, hogy nem vagyok normális. Komolyan na, hát akkor most kihazodik kinek? Hát papírja van róla, Joker, hogy nem százas a csávó. Nem, az neked van, is papírod van. Normális vagyok. Így van, tényleg az ott hányig van, most kihazodik kinek? Beszélhetünk négy szemközt Jézussal? Persze. Gyere Jézus. Jézus. Hát te nem vagy normális, vágod. Hallod? Mondd azt, hogy nem vagy normális, Léci. Ut, jó? Ja, neki mondja, hogy nem neki? Igen, igen, igen. Na, köszi. Ja. Na. Mert megbeszéltük ezt a katalizátort, hogy máskor ne nekem adja, mert már rendőrség kérdezte, hogy mi ez a katalizátor nálam. Ja, aha. Jó, oké.
szemeteltek. Hangosabban beszélj, Asus. Mondom, ide szemeteltek, azt hittem, hogy valami kaját dobtatok ide nekem. Jó. Na figyelj, back to scan, megyek akkor, jó? Megyek dolgozni egy kicsit. Valami van, szóljál. Hát... Nem engedel. Jó, rendben, ennyi. Jó, majd beszélünk. Hol is kezdhetném a sztorit? Talán megint két éve, lottam ki a fejem. Na cső, Jasus, majd találkozunk. Hello, hello. Na, menjünk fel. Jézus. Jézus, Jasus, Jasus. Már vesz Jézus. Hát gyere. Milyen Sasuke? Mi? Szia. Na, Mizu. Halló, találkozunk már valahol, he? Na, de mondjad, mit akarsz, most megyek be a városba, akkor útközben megejtem. Jó, én egyébként jöttem ki a kártén. Nem tudom, akkor mondj valamit, hol talál, a Doro... Gyerek, milyen, kaszinó. Milyen kaszinó? A, micsoda? Kék Laguna előtt. Ha, tudod, nem jó. Jó, itt vagy ott. Hú, cset, utána meg megyünk Szoliba, jó? Kevés rendőr van. Kell az erősítés az állam. Tiszteletem, János. Tisztelet, Mihály. Hogy vagyunk, hogy vagyunk. Kerestem, csak nem vette föl. Megint találkoztam a Joker nevezetű emberrel. Igen. És vannak új információim. Most... Nem tudom, hogy most mi volt. Lehet, hogy hívott a karcsika közbe. Nem tudom. Most azt nem tudom, hogy szakál az Bhaktival van, vagy ellene. Ez nem derül ki. Jó. Rendben, nem fogok mondani semmit. Szevasz Jézus. Ezek sumákol, ezek is sumákolnak. Mindenki sumákol. Mindenki sumákol. Misi bátya. Mizu! Mit csinálsz? Kitörtem az ablakot véletlenül. De miért? Véletlen volt. Is kezdhetném a sztulit, talán két éve. Pattam ki a fejemből, alakítottam egy képet, hisz utam. Na jó, én megyek, mert kezdem unni, hogy itt is csak találkozás van. Datolja! Hát mi... Miről szól az RP? Jobb felső sorok az X. Hallom, igen. Hát persze, hát RP-zünk, datolja. Nem lövöldözünk, megyek online-ozni akkor. Itt vagyok, főnök. Na mi van? Hogy is kezdhetném a sztulit, talán két éve. Bottam ki a fejemből, alakítottam egy... Most? Igen, hello! Most hallom, Mihály, na. Jó. Na. Megyek majd dolgozni nem sokára, jó? Akkor leadom a jelentést. Jó, én jelenleg nem dolgozom, én a Kék Lagúnában vagyok jelenleg. Jó, rendben. Akkor majd fog be dolgozni? Ma nem fogok dolgozni, de gondolja, találkozhat a munkán kívül is. Jó. Tiszta szar, hát. Nem feltétlenül kell mindig dolgozni. Jó, rendben van. Hát akkor majd, ha dolgozik, leadom a jelentést. Jó. Akkor jó szórakozást, uram. Nem szórakozok, beszélgetek, meg megiszok egy kávét, nem tudom, mi lesz még majd a program. Csajozik? Mit mondott Mihály? Csajozik, főnök? Megint virágot szeretne hozni? Nem. Akkor pasizik? Tudtam, nem baj. Nem, én a halakra gerjedek. Maga zofil. Hát, nem, én sokat járok ki a teraszra, én teraszista vagyok, ugye. Értem. Jó, hát akkor jó szórakozás, főnök. Hát, majd még szólok, aztán majd találkozhatunk később, ha rájön. Jó, rendben van. Szép estét kívánok, Mihály. Szép estét. Kis cuki. Na, találkozunk Karcsikával. Jaj, lehagytuk! A Joker követ minket. Chat, ne haragudjatok, hogy itt nincs mindig lövöldözés, meg ilyenek. De még mindig el van tévedve az, aki azt hiszi, hogy ebből áll az RP. Akinek nem tetszik, természetesen nem kötelező nézni. Ugye, köszönöm, hogy itt vagytok ennyien. De akkor online azok nagyon szívesen, és lövöldözhetünk. De ezek így működnek.
Na ezt hogy kell RP-zni? Jól van! Te hogy vagyok, jó hallod? Mi megdobott valami? Te hogy öreg? Megfagottam! Fucker! Azta! Milyen non-RP? Hát véletlen volt! Gyere gyorsan! Kiszakítom itt az ajtót! Valahogy szedjék ki! Kiszakítom gyors itt az ajtót! Bam! Segíts, légy szíves! Hát meg kiszakítom az autót, és nézzétek az ajtót, kiszállni. Az oldalt is. Szépen, pumf! Szállj ki! Várjál, előrébb kell, mert nem tudok kiszállni! Ja. Hát igen, a kezdők szerencséje. Mit csinálsz? Ó, segíts, megsérültem. Gyere. Meg jó, hogy jöttél. Hát, a mit gondoltál? Megsérült a lábam. Hallod, még jó, hogy be voltam kötve. Köszi, Dream, kedves fel. Az a baj, lehet, nem tudunk elmenni. Köszi, Kolbász. Szóval, más csukat kell nézni. Hallod. Az a baj, messze van. Fakker. Jó vagy, amúgy. Dehogy vagyok, jól hallod. Lehet, hogy rászkódásom is van. Kiesett a gyereke, tényleg? Azt írja de. Valaki non-RP, hát nem direkt csináltam, véletlenül repültem ki, nem kanyarodott az autó. Hogy Jézus mondja. Hallod, mit beszéltél vele? Valamit sumákoltok, hallottam. Hát persze, hogy simákolunk, hát mit gondoltál? Az a baj, hogy Jézus az nem csak veled van, érted? Jézussal nem bírni. Jaj. Hallod. Remélem nincs hagyrászkódásom. Hát, szerintem az alapból volt neked, csak te nem vetted eddig észre. Bakker, totál, kell egy új autót vennem. Van hát új donét? Nincs donét van. Azért, mert nem, majd az út szélére viszel, akkor hívjál már egy mentőt, légy szíves. Jó, hát erre kell mentőt hívni, mert ez tényleg nagyon durva volt. Az lenne a NRP, ha ezek után tovább hajtottam volna. Ó, uramisten, hol ment? Vagy ha beviszel a központba, az is jó nekem. Mi az, hogy központba vigyelek be? Hát jó, értem. Akkor jöjjön ide ki a mentő, és meg kell, hogy nézzenek. Azért nincs donét hang chat, mert ha olyan nézzem. RP az van, bezavarhat a donét hang. Így is sokat beszélek én is, tudjátok is. Azt hittem, hogy itt a nagy izék lesznek. Jó, Isten. Hívjál már egy mentőt, nekem légy szíves. Jó, hívott. Aztán nem, nyugodtan okay. Menjél, mert tudom, hogy dolgod van. Nem, nincs semmi dolgom. Jó. Most nézzétek meg, 6 rendőr van, csak szolidan. Láthatok, jó? Jó, köszönöm. Itt megvárom. Írok akkor jó, én a mentősöknek. Rendben. Várj, feladom az autómat. Jön Kolc? Lehet. Hol is kezdhetnél a sztulit? Fú, a karcsika. Hát megy már narrába, mit mondsz? Jó, ide le kell, hogy feküdnem ide az oszlophoz. Istenem. Rendes baj van veled fel. Hát bakker, az a baj, hogy ez lehet, hogy a kollega bosszúja. Ő adta nekem az egyik, ő adta nekem ezt az autót, tudod? Az a baj, nem tudom. Holnap lesz Amerika Bence, jó? Holnap lesz Mafia RP. Mindegy, vannak nem ilyen elsősége érted az ilyen helyzetekben. Bászak, miért nincs jogsi. De jön a mentőszolgálat szerintem. Biztos jön? Szerintem igen. Van fönn mentő? Ja, nincs mentő. Nincs fönn. Akkor ha van elsősegélyed, akkor kötözve be a sebeimet. Ja, nincs mentő. Jó, és akkor elő lesz a csomagtartok az elsősegélyt. De hajadok Mihályhoz, értetlen amúgy, hogy de hogy meg? Köszönöm szépen, hogy számíthatok rád. Hát persze, gyorsan bekötöm a sebeit, aztán jusson körbe tekerem, nagyon szép. Gyönyörű, hát azt gyönyörű. Mondom, nem hozom fel itt az látom autó. A nyakon a horzsolás, oda teszek egy ilyen Hello Kitty is sebtek azt. Jó vagy? Jó vagyok, jó. Miért nem hiszed több ember a szerverre? Mert ez a kettő szerverünk a miénk, és ezt építjük. Édeni. Ez a válasz. Ó, köszönöm szépen. De Amerikában velünk van Colts.
Köszi, Oreo a 10 román lejt. Nincs Sakirának gazdája. Sandybe van a motorom? Jó. Meg vagyunk. Igen, meg vagyunk. Köszi, hogy segítettél. Akkor vigyél már el, Léci. Gyere, gyere, szájbe. Te segítek. Kétem az ajtót. Köszönöm. Mihály. Nem, nincs mentős chat, nulla, ott írja fönt, látjátok, hogy nulla mentős, hat, 7 szerelő van. Jól vagyok, igen, köszönöm. Képzeld, be vagyok kábítószerezve. Hát ez még nagyon jó. Ne, le, de akkor vezess már normálisan. Hát miért, én jól vezetek. Ó, ha vigyél a kék lagúnához, létszik. Kék lagúna, minek? Ó, ott találkozok az a csáó, aki zaklat. Most mi megy hátrafele? Van időt beszélgetni, ilyen sérülésekkel, Mihály. Hát figyelj, lábadoznom kell meló előtt, nem csak úgy megyek dolgozni így. Aha, ja, nagyon csúhott, de olyan! Valamit kezdjen veled, mert nem oda való vagy. Jaaah. Meg, de miért megyünk hátrafele? Normális vagy? Mondom, majd egy kicsit kábítószerezve. Ja, és kábítószerezve így csinálsz? Várj, egy kicsit át kéne öltöznöm, várj. Jó, most hátrat ezek, jó? Jó, itt a barátnőd is. Jó, megnézem a kesztyű tartót. Talán nem találok benne semmit. Jó, ez a hentai újság nem érdekel. Joker is lebukott. Én nem hiszem el. Ja, lehet. Nem, ilyen sérülés, elvinném a kocsit, de ilyen sérüléssel nem. Meg most akkor, csak gondoljatok abban is, oké, most ellopom az autót, de akkor hogy folytatjuk az RP-t? Utána megint találkozunk, akkor meg fog fenyegetni, hogy ez most mi volt. Értitek? Értitek a logikát? És ezt nem értem. Nagyon jó. Minden rendben? Nem. Sajnos. Mihály, és hogyha én fuss fegyvert tartok rád, akkor te elmondasz minden információt? Ezt nem hiszem el. Mindent elmondtam már. Meg vagyok sérülve. Mit akarsz tudni? Az, hogy mit mondott a Márcis neked. Ennyit, hogy téged is kereszt, és most majd találkozunk. Mikor találkozunk? Nem tudom. Figyelj, én is beszélek le. Felhívom. Azt mondta, keresni fog, amikor találkozhatunk. De akkor szólj... mit csinálsz? Szóljak? Hát ott volt egy nyúl. Ja, szóljak neked, amikor lesz a találkozó, vagy mi van? Hát... ez úgy nem jó. Az a baj, hogy oda egy hadsereg kéne. De miért? Sokan vannak? De az állítás azt most is figyelnek minket. Hát persze, hogy figyelnek, hát ne hülyeskedjél már érted. Hát itt van a hátunk. Kör is kezdhetném a sztulit, talán két éve, bottom... Hát ez jó. Csá, gyere, megyek, mindjárt ott vagyok a kék lagúnánál. Jó, van. Jó, gyere. Hát mit csinálsz el? Nézd be! Kamionos volt itt ott. Hát ez az. Jó, Mihály bátyám. Innen útjén kell válnak, jó? Jó. Majd beszélünk, jó? Csak nem tudok nagyon beszélni, mert nagyon nagy a testem. Rendben. Igaz, tudod? Viszlát. Hello. Hát ki ezt te? Mihály, jól vagy? Dehogy vagyok, jól halad, autóbalesete volt. Még jó, hogy ez a jó szándékú ember megmentett engem. Én tényleg jó szándékú vagyok. Milyen jó kis polod van, Mihály, eddig nem ilyen volt. Eddig mindig ja, ilyen jöltem, bejártál. Hallod, na, Mihály? Mit akarsz? Üdvözöttem, hölgyem. Nézd, mit akarok. Hát mondd, hát miért hívtál ide? Hát de azt mondtad, hogy nagyon fontos. Hát... ennyi már Fabinám kell óriáskerékre egyet menni. Jó, oké. Okay. Óriáskerék nem itt van. Melyik a sár? Óriáskerék ott van. Tájba a kocsimba. Micsoda? Gyere a kocsimmal. Amíg szedd fel a csajt. Bakker. Fáj a lábam. Mi az, hogy fáj? Miért fáj? Az nem a kék hol... várjál! Gyere, szállj már be. Jó napot kívánok, hölgyem! Tiszteletem, uram. Ki kereste? Hogy van, máma? Köszönöm szépen, nagyon jól.
szeretnék, bocsánat, hogy ez lehet, hogy egy furcsa kérdés lesz, de hogy ő mivel foglalkozik? Egy sima, civil ember vagyok. Mert nagyon szép az autó, és nem tudom, hogy mit dolgozik, hogy ilyen jó autót vett, tudja? Ki kereste, Cset? Hát, uram, igazából a rendőrséghez címet. Akartam csatlakozni, de nem volt felvétel, tehát, hogy így egy sima civil vagyok, uram. Értem, értem. És azt mondjam, az úr hogy van? Jól vagyok, és ez a kék haj, ez ilyen jellegzetes, hogy szokta máshogy is festeni? Mert látom, az öltözék is kék, hogy szereti a kék színt. Igen, a kék a kedvenc színem, de uram, ha arra akar kiukadni, nem tartozok semmilyen családba. Nem ezért, csak képzelj el, hogy találkoztam egy ilyen nagyon furcsa. Te menj innen most, ne hallgatózzál! Nyugodj már, de szállj már be inkább. Mindjárt megyek. Nem most lejöttem. Képzelj el, hogy ilyen nagyon ilyen komoly ember, ilyen nagyon mély hangú komoly ember rajtam keresztül keresett egy olyan hölgyet, aki a személy leírása hasonlít őre, tudja? És ki volt ez a nagyon komoly ember? Valami Jolly-nak hívják. Hogy tudok-e róla valamit? Hát mondom, én még nem találkoztam vele. Érdekes. Igen. Ilyen mély hangú... Ilyen furcsa. Az előbbi úriembernek a barátja, aki itt volt. Nem ismerek ilyet. Jó. Csak nehogy veszélybe sodorják magát, tudja, mert nagyon kétes emberek. Nagyon kétes emberek. Meg vagyok figyelve, uram. Tudja, jobbról balról őreim vannak. Értem. De hát azt mondta, hogy normális munkát végez, akkor miért kell? Hát fejezd igen. Már be! Tálj már be! Nem szállok be. Hát attól, mert normális munkát végzik, attól lehetnek. De miért van megfigyelve? Maga ilyen üzletasszony? Dehogy is. Értem. Jó, rendben, akkor csak ennyit akartam, csak vigyázzon magára, mert nekem az a feladatom, hogy megvédjem az állampolgárokat. Miért maga rendőr? Igen, asszonyom, én a rendőrségnél dolgozom. Értem. Igen. Hát akkor sok sikert. Jó, köszönöm szépen. Na jó, oké. Kicsit furcsa, hölgyem, de nem baj. Oké. De miért? Hát nem tudom, mondja, hogy itten ön rendes civil állása van, minden dolgozik tisztességesen, tehát bajba érzi magát, hogy megfigyelik? Jaj, nem, csak... Jobb, ha vannak mellettem emberek. De ezek ilyen udvarlók? Elnézést. Nem, sima barát. A barátok? És hány ilyen barátja van, aki vigyáz magára? Három, értem. Jó, akkor mondja, hogy erre a Johnnyra figyeljenek, mert lehet, hogy tetszik magával. Érti, mit akarok. Értem, rendben. Vigyázod erre a Johnnyra, mert nagyon durva a csávó. Mély a hangja és ijesztő. Jó, rendben, uram. Rendben. Köszönöm, asszonyom, akkor. Minden jót. Én köszönöm. Viszont. Na, ja. Tudsz várni még amúgy? Mindjárt nyakon váglak. A nyakon vág. Biztos, hogy meg menj. Akar ölni. Óriás ülekezni. Biztos, hogy vagy megfenyeget, vagy valamit fog csinálni. Belépés az óriás kerék? Fizetem én. Köszi. Mennyi a jegy? Híves. Fogalmam. Van kerék! Inkább szállj egyre. Bocs már, csak megsérültem, érted? Beszélgetek. Hát... Milyen helyzet amúgy vehez minden... Csett, ez jobb vagy Szoliba jobb? Mert most itt történnek az események, az nagyon durva. Mi? Bocsi, mondjad, légy szó. Minden jó rendőrként? Minden jó, csak ha ez a sérülésre lenne. Dolgozni akartam máma, de ha nem számítottam, hogy ennyire megsérülök. Úgy gyere velem egészen. Mi ott csinálsz? Mi ott csinálsz? Nem tudom. Barátok a dolgok, meg ilyenek, tudod? Megyünk ma Szoliba is, Cset. Üzletelek, meg ilyenek. Jól van, örülök neki. De kétes ügyek, mert tudod, hogy én nem segíthetek neked. Hiába vagyok rendőr, ilyen gyorshajtás büntetésekben én nem tudok neked segíteni. Nem kell ilyen, hogy nem bírt futni, vagy nem. Dehogy bírok futni, hát tudod, milyen nagy balesetem volt? Na jó van. Azta. Cset, beszélünk karcsol, és akkor megyünk Szoliba, mert kell segíteni. Hatan vannak Szoliba. De János sincs Szoliba. Az a baj, hogy nem tudom, hogy kik azok, akik velem vannak. A Jézus? Só se hogy tudom már eldönteni. Némán sétálom. Átallod. Fél múltkor leadtam katalizátorokat, képzeld, de kaptam ért a pénzt. Várj, csak eszek. Jó. Ezt mehetünk. Jó. Blokközvésre.
A Jézus se tudom, a Báktus se, Karcsit se. Az biztos, hogy a rendőrség velem van. Mondjad? Kiét adta le és mennyit adta érte? A loplendeseknél, itt van a... nem messze. A lagúnától. Na jó van akkor. Kicsit futok, megnézem mit van itt. Jó. Jó, utána megyünk Szoliba chat. Legyen meg az 1000 like, köszönöm, örülök, hogy itt vagytok. A jövő héten úgy lesznek a live-ok, hogy holnap Amerika, KED, Magyar, Szerda, Amerika, utána 18-án lesz a következő live csak. Elutazom. Ó, na végre itt vagyunk. És mi, nem tudom, mit akar a Karcsi. Amúgy. Szerintem ő is meg fog fenyegetni. Köszi, Krisztina! Egy teljes név, utcaházszám, város, irányító szám. Nem, nem bírunk felszállni erről. Miért? Nem tudom. Lehetséges, nem bírunk felszállni erre. Hát erre nem. Jó, hát akkor nem. Jó lesz itt is. Jó, mindegy. Gyere, gyere erre, gyere ide, tenk, gyere ide. Addig járjak így még. Ja, egyszer fenyegesek én, hát csak tudod, rendőrként én nem nagyon fenyegethetek. Nagyon fit vagy, hogy látom. Hát hallod, nem számítottam, lehet támpénzre kell mennem. Mert ez így nem állapot. Éj. Gyere ide szélre. Hányunk ide tengerpartra. Duha. Gyere, gyere. Segítettem, majdnem. Oké. Okay. Na. Szép ez a hely, nem? Szép, igen, igen, igen. Arra a város, meg igen. Igen, igen, igen. És te szereztél barátokat? Sikerült barátokat szereztem, képzeld el. Nagyon sokat. Meg is kínoztak majdnem engem, képzeld el. Kicsoda, ne idegesítsé. Kik kínoztak meg? Volt meg ilyen villamoszékbe. És ott egy ilyen rókának a csöcsét levágták. Rókának a csöcsét levágták? Igen. Igen, nem látta arra. Láttam mindent. De miért? Vagy ki tette ezt? Hát volt egy bagoly is ott. Chat, ezek kik? Volt ott egy, mi volt négy, sas fej. Igen, de miért bántottak, vagy mit akartak? Ő nem, jaj. Hiába lök le. Valami, nem tudom, valamilyen befolyásos emberek voltak ezek. De hol találkoztál velük? Elkaptak. Hol? Nem elkaptak, amúgy nem teljesen így volt, hazudtam most neked. Nem elkaptak, börtönben voltam, nem tudom, fogalmam sincs, mi jobból voltam börtönben, nem is emlékszek, nagyon beütöttem a fejemet. Azt mondták ezek a fickók. És ők jöttek oda hozzám, és ők vittek el onnan engem a börtönbe, kiszabadítottak engem a képzel, de most ez nem tudom. Várjál, ez nem szabad, hát nem OC-ket kapott. Lehet ezt nem kellett volna neked elmondani, ezt mindent. Hát... engem a börtönből kivittek. Nekem azt mondták, hogy... 14 srát kijötték a kamerákat. És ezt nem tudom, hogy erre kérte engedélyt, mert nekem azt mondták, hogy ez... A show? Na, a se igen, szóval. Igen, igen. Folytass csak. Mit folytassak ezen? Hát, hogy miért hívtál ide? Azt mondtad, hogy nagyon sürgős. Elvittek, igen. De mondjad! És én azt mondtam, és rám bíztak valamit. Hát, ez nagyon jó lesz. Mondjad. Nem viszek egy dolgot. Gondoltam, el fog vinni, vagy megöl. Mit? Igen. Elmondjam mit? Kérlek, ne húzz az időt. Ide jövök a nyakához, elkezdem itt toringatni a nyakát. Izomban elkezdem, megpróbálom itt megfogni itt a lábát keresztül. És megpróbálom beledobni itt a tóba. Jaj. Jó. De jó, hogy nem haltunk meg. Le akart lökni az óriás kerékről. Ott meghaltunk volna. Ott meghaltunk volna. De jó, hogy nem volt. De várjatok, most itt maradunk egy kicsit. Tehát most itt nem telefonálok. Ó, megvan! Főmászok a kék lagúnába Jánoshoz. Főmászok Jánoshoz a kék lagúnába. Jó, nagyon jó.
Ha, chat, a kollégákon kívül nem bízhatunk senkibe. Ott van, van létra, ugye? Van létra. Van létra. Kell lenni a létrának. Aztán mennem kell dolgozni. Cápa nincs, hát nem tudjuk az, szerintem. Remélem, hogy ott van létra. Mert ha János itt van... Hát lerpészte, hogy bedob. Muszáj volt leugranom, Tamás. Így lerpészte. Igazából... Ja, itt rajtam függ, hogy én belemegyek-e ebbe. De nem haltam meg. Úgyhogy így megvan az info, és le tudjuk csukni. Nem szabad bízni senkibe, tényleg csak a rendőrtársaimba. Most lehet, hogy akra tudok fölvenni. Mindenki hazudik, Gábor, így van. Mindenki hazudik. Igen, itt vagyok a kék lagunánál, csak azt nézem, hogy a jaktra... De a jaktra föl tudok menni. Nagyon jó. Mert itt nincs létra. Jakt hátulján fel tudok menni. Nagyon jó. Ja, még meg még sérül. Életveszélyben vagyok folyton. Hát így az izgalmas, azt mondják. Na de jó vagyok. Na hát ez most jó kör volt. Fősétáltam ide. De hát szeretitek az izgalmat, nem? Mindenki rám vadászik. De amióta erpészünk, ez mindig így volt. Meg kell bosszulni. Igen, igen, le kell csukni. Vagy öljük. Megöljük. Megöljük. Megöljük Karcsikát, megöljük. Azaz nem derülhet ki. Vagy Jokerre kinyiratjuk. De hát nem, mert az, hogy terülhet ki. Remélem, hogy itt van. Remélem, hogy itt van olyan Molnár János. Cső-cső, szép estét mindenkinek, sziasztok! Hát tök jó, hogy Molnár János nincs itt. Működik még. Jó, jó, hogy vízáll a telefon. Jó napot, Molnár János százados. Igen, hallgattam. Itt vagyok a kék lagúnánál, itt van? Igen, itt vagyok. Hol? Itt vagyok a pultnál. Pultnál? Ha? Itt vagyok a hídon, most sétálok be. Jó, rendben, rendben, jöjjön, mert baj van. Jó. Köszönöm. Menjek. Mi? Átadás lehetetlen, használni akartam. Mi? Nem átadni akarom. Hát most mi? Jó. Kocsit? Hát most nem veszünk. Most szoliba akarok állni. Szoliba akarok állni most, mert mondtátok, hogy szeretnétek. Úgyhogy megyek. Itt a kék. Jó, kék ruhással. Jó napot! Üdvözlöm, Mihály! Jó napot kívánok! Hello! Mihály! Hello! Baj van, főnök! Baj van! Na, mi a baj? Nagyon mi a baj, Mihály? Olyan furcsán áll. Igen, az autóbalesetem volt, és utána találkoztam egy régi barátommal. Nem hallom, hogyha beszél. Ja? Most? Szerintem a szerver, nem? Na, most hall, főnök? Most, igen, igen. Nagyon jó. Főnök, baj van, nagyon nagy baj van. Na, autóban esetet szenvedtem, utána itt a kék lagúna bejáratánál találkoztam egy emberrel, egy régi cimborámmal. Uh-huh. Utána fel akart, hogy üljünk az óriás kerékre. Igen. Utána nem tudtunk felülni, nem engedtek be minket, oda mentünk a mólóhoz, és mondta az az ember, hogy rábíztak valami feladatot, valami rossz fiúk. Megfojtogatott és beledobott a vízbe. Jó, hogy mély volt a víz és nem fulladtam bele. Itt lehet még a közelben. Milyen ruhában van? Nem tudom, de a telefonszáma megvan. És Karcsika néven van nekem. Még amikor várba érkeztem, aha, akkor találkoztam vele. Aha. Jó, ez nem.
Üdvözlöm, asszonyom. Látom, nincsen jó. Te is kezdhetnél a sztorit, talán... Nem, összekertem. Nem? Nem, bocsánat. Mihály, adjak egy kötszer? Megnézem, hogy van... igen, kérek szépen kötszert, azt mondom, igen. Finna. Kacskát le kell csukni. Köszönöm. Szívesen. Mi történt magával? Most így nem tudok beszélni. Hát, hölgyem, beledobtak a vízbe. Megfojtogattak és beledobtak a vízbe. Azt a mindenit, de hát miért? És még jó, itt a szemben lévő mólón, és még jó, hogy el tudtam ide úszni a kék lagúnába, és mély volt a víz. Valami rossz arcú emberek megbízták ezt a csábot, hogy öljön meg. Meg akarták ölni magát? Igen, igen, asszonyom. Asszom mindenit. Nyugodj meg, Mihály. Mindjárt. Hívtam egy kis segítséget. Jó, jó, rendben, rendben. Kér esetleg valamit? Kávét, egy fantát, nem, valamit? Nem, van nálam víz, köszönöm, én azt iszok most. Szerintem el kéne lazuljon, így van egy fehér bor. Ah, ja, van ez is. De lehet, de van. Csak pont most akarok dolgozni, főnök. Hát, most ilyen ki akarom kapcsolni az agyamat, mert ez sok volt. Hát igen, szerintem így nem fog tudni koncentrálni a munkára. Hát, így nem. De figyeljen, ha... Itt most megiszik egy bort, én nem láttam. Az jó, jó, rendben, rendben, rendben. De már szerintem, jön, egyet szerintem már jön a segítség. Az ilyettsége jó, jó lesz. Jó, jó, de valahol itt lehet még a közelben, illetve megvan ugye a telefonszáma. Mhm, jó, jó, már jön a segítség. Be kell állni szolidacsát, mert nincs sok rendőr. És el tudják kapni? Hát ha... Tudsz, hogy pontos személyre jelent. Van ilyen golfja, off-fight-os pulcsiba van, vörös haja van. Köszönöm, itt állt én. Nem egy ilyen prémes kabát? Tessék. Off-fight-os, köszönöm. Jelessük. Köszönöm. Na, ki hívta a rendőröket? Na, János, látod, nem akartál ma dolgozni. Na. Mindjárt 1000 like, köszönöm. Utána. Igen. Benne a pultnál a Mihálynak az értségre kellett egy pohár bort innie. Egy pohár? Egy üvegge? Jó, oké. Okay. Egy üvegge? Papa. Hú, csak ez egyre bonyolultabb. Megérkeztek. Jönnek. Köszönöm szépen. Aztán megyek én is dolgozni. Hú, ez jó hát esett. Hát szerintem inkább ne. Jó esett ez a bor, köszönöm szépen. Jó, nagyon szívesen máskor. Ez volt a feszültséged, te jó jég! Finom, tokai. Ó, de jó. Tokai asszú 6 puttonyos? Azaz. A legjobb, a legjobb. Ez már 7 puttonyos. Ú, te jó ég. Ezt csak magának hozhattam. De, mert tudom, szépen. Hogy szeretem. Mennyibe kerül? Azt mondja, mennyibe kerül. Semmibe hagyja. Jó, köszönöm szépen. Mert és van egy jó igen? hírem. Igen? Rendeltem pacalbört. Ó, de jó! Hogy lesz jövő héten. Ó, de jó! Ezt nem akartam elmondani, ennyi mindegy most már. Jó, mi a cég ajándéka? Most akarták megölni, hát hadd örüljön. Jó. Sziasztok srácok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok srácok! Baj van, nagyon nagy baj van, meg akartak ölni, az életemre törtek. Akivel érkeztem a városba, még elraboltak az elején, egyik barátommal, off-fight-os pulcsiba mászkál, ilyen lerugott golffal, vörös hajjal. Mondta, hogy már volt börtönben is, ezt nem tudtam mire vélni. És azt mondta, hogy megbízták olyan emberek, ilyen kétes emberek, hogy öljön meg engem. Megfogta, megszorította a nyakamat és beledobott a mólóról a vízbe. Még jó, hogy mély volt a víz és túléltem. És ide el tudtam úszni. Ez nagyon jó így. Nem tudod pont, hogy egyáltalán milyen kétes emberek? Nem, azt nem mondta. Azt mondta, hogy valakik megbízták. Hogy engem, hogy ezt tegye velem. Nagyszerű. Misi, be tudsz velünk jönni a kapcsra, hogy ott persze, van biztonságban vagyunk? Persze, meg ott akarok is dolgozni ma egy kicsit, mehetek? Csak nem tudtam. Jövünk mi is. Jelenlegi elmeállapotban inkább azt mondom, hogy nyugodjál meg egy picit, jó? Jó, akkor vegyük fel a jelentést. Az állapotod. Nem, fölveszünk valami jelentést, jó, aztán majd intézkedünk. Jó, van telefonszám is. Van telefonszám. Nagyszerű, nagyszerű. Nagyon jó, hogy pont ügyből jövünk, de nagyon jó. Hú, van meló, mi?
Hát figyelj, most volt éppen egy izénk, kihívott egy srác, hogy lövöldözés van. Az kiderült, hogy két illegálos az csak beszélgetni akart, aztán odáig fajult a dolog, hogy hát megbeszéltük az emberünkkel, hogy fehér ruhásokról, hogyha olyan van, tudnak nekünk infót mondani, és elmentünk. Mi ez egyik irányba, ők a másik. Bagoly, róka, aha. Nagyon most jó. Hogy, Jani, erről jobb, hogyha te is tudsz. Jó. Menjünk jó. Innen most egyelőre, mert de, ha itt történt. János, maradjon főnök nyugodtan a hölgyel, ez miatt most ne jöjjön be. Jani. Jön a kamera is. Megyek én is. Jó, rendben. Jó, a Misi jön velünk egy autóba. Jó. Hú, de jó, itt van a kollégák. Menjetek egyet. Hú, karcsit, le kell csukni. Most nincs sok rendőr, hat rendőr van. Bekínálnom Szoliba, de azt mondják, hogy ilyen nap. Jó vagytok, srácok, minden rendben. Aha, jó van. Szétlőtték a kávláramat, úgyhogy... Most ő vezeti Gusztáv az állományt? Én igen. Jó. Azért is beszéltünk már a Janival, mert az is küldött nekünk SMS-t, hogyha baj lesz, akkor szóljunk, hogy menjünk. Aztán mindenki most úgy jött ki már, hogy gyerekek, kész van az ebéd. Ez volt a vezényszónk. Csak nem tudtuk, hogy ennyire van kész az ebéd. És a főnökök nem is jönnek ma? Nem tudja? Tudtam, ma nem. Jó. Nem tudom. Mert azért akarok dolgozni, Gusztáv, mert ha egy bankrablás vagy boltrablás lesz, akkor hát ha ennyien vagyunk, akkor kellek én is, tudja. Persze. Csát, hát bízom benne, hogy nem unalmas, tényleg izgalmas RP-ket, és látjátok, a rendőrökön kívül nincs velem más, sőt, még a rendőröknél is lehet besugó. Mihály. Igen. Nézze, ha úgy érzi, hogy tud olyan állapotot hozni most magából, hogy tud szolgálatba lenni, akkor megköszönjük. Rendben van, leadom a jelentést és szolgálatra készen vagyok. Jó, rendben, arra majd úgy is írunk, hogy nincs valamit. Jó. Aztán réneket is meg kell írni erre a lövöldözésre a dolgokat. Aztán majd legfeljebb valamelyik srác meghallgatja, még én megírom, vagy valami. Jó. Rájöttünk addig. Aztán majd megoldjuk a karcsit el kéne kapni. Meg jó. Lesz itt minden oldal, minden jó. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Annyi, hogy Misi, te szolgálatban is voltál? Nem voltam, uram. Nem jöttem a városba. Hát én nem számítottam erre, hogy ez az ember rosszat akar nekem. Nem azért, csak ugye... Oké, és tudod nagyon jó, hogyha civil, ja, rendőrrel akarnak ilyet csinálni, szolgálatban levő rendőrrel, az város szabályban. Így van, de nem voltam, uram, nem voltam. Szerencsére, jó van. Jó. Melyikbe szálljak, főnök? Szerintem ide a terepjáróba. Jó. Srácok, valaki tud itt maradni velem? Jó, vigyétek valami is itt. Vigyétek le valamelyik meghallgatóba, aztán vigyázzatok rá, jó? Rendben. Aztán még majd valaki jöjjön már ki visszaértünk, jó? Rendben. Jó, bevisznek. Jó, szóljátok, hogyha odaérzetek. Rendben. Hát most a szabálytalan volt. Hát ez ilyen forszos volt. Istenem. Ők is jó voltak, ma. Annyit szeretnék kérdezni, Mihály, hogy mi történt? Srácok, az életemre törtek. Ilyen még nem fordult velem elő. Amikor jöttem dolgozni, én ezt nem gondoltam volna. Majd a jelentésben mindent elmondok. Az a baj, hogy nem lehet már senkibe sem megbízni. Barátokat se szerezhet az ember. Azt akartam mondani, hogy milyen világot élünk. Na, hát igen. Én az Antonival bízom. Kisgyerek, hogy nyomta? Azok a Matyiék voltak? Tényleg, még a családtagokba se lehet már lassan megbízni. Hát, ja. Egyébként mai világban magadra lehet számítani, senki más. Az önös érdekkép mindenki. Csak saját magát nézi. Lehet, hogy Karcsi valami illegális lett, amúgy nem tudom. Nem tudom. Mihály, csinálj neked egy jó kis... Most bort ittam, képzeljétek el, Molnár János meg a hölgy adott. Mert szétfosom magam, még a teát is iszok. Vörös-fehér szín. Van WC, persze, a mutka is foglalt volt. Én voltam. Kihandoltam.
Lehet, hogy fel is most adott. Vagy összedolgozik Jokerrel, bármi lehet, tényleg. Lehet azért mondta Joker, hogy ne hívjam oda? Nyugtáztam. 3070 Ti most mennyibe kerül? Nem tudom, beírod árukeresőre és rögtön kidobja. Nyugtom. Kinek kell fiúk leadnom a jelentést? Benn leszünk mindannyian. Mindegy, jó, jó. Szakák közül lehet benne van. Ilyen megtörténik. Igen. Látom, fia, amit el fogok mesélni, nektek le lesznek hidalva. Egy kis nyugtató zene. Szóljál már valami, Janika. Szúszak. Ne csak izi, nyomatsát. De most honnan van gitárod? A zsebébe. Az itt már te is a zsebedből húztad elő. Dehogy is, kölcsön kértem kézikétre. Múltkor igazoltatok. Aztán egyik gyerek... Joker levette a maszkot, igen. A vezeti a másik. Elég húzza a mondjuk ott elhittem neki, hogy beépít a zsarú. Az még nagy csattanó lett volna. A seggibe. Shakira. Láttátok a Shakirás videómat? Persze, borra whisky. A legjobb. Tudom, mi ez az? Az be már beragadsz. Jó, van, én majd ide bejöttem. Ülj le, Mihály. Oh, köszi. Ülj le, nyugodj meg. És oda van minden, srácok. Köszönöm, már kezdek megnyugodni, csak a vérnyomásom még az égben van. Fáj a fejem egy kicsit. Mesélj, akkor mi történt? Na, srácok, a nyomozói tevékenységemet folytattam. Éppen Jokerrel és Jézussal találkoztam egy ilyen megbeszélésre. És jöttem haza az autópályáról a kis autóm, amíg Abdultól kaptam azt a kocsit, tudjátok, és az autópályán balesetet szenvedtem. Megsérültem, nagy nehezen bejutottam a Kék Lagunához, ahol ez a Karcsi nevezettű ember várt engem. Mert régi barát, együtt jöttünk a városba, megcsináltuk a jogsit, utána nem tudom, hogy mi történt vele. Találkoztunk, mondta, hogy akkor az óriás kerékre, akkor üljünk fel. Hát nem üzemelt az óriás kerék, de nem fogadott vendégeket. És akkor ott a Kék Laguna melletti mólóra oda sétáltunk. És mondta, hogy először azt mondta, hogy elrabolták, de utána mondta, hogy ez nem igaz. Volt egy bagolymaszkos, egy sasmaszkos és egy rókamaszkos figura, akikről beszélt. Igen, azokat találkoztunk szerintem most. És mondta, hogy mondták ezek az emberek, hogy végezzen el egy feladatot, és hogy mondja-e. Hát mondom, mondja, persze. Megszorította a nyakamat, és ledobott a vízbe. Ha nincs ott mély víz, akkor meghalok. Jézusom. Egy telefonszámot azt mondod? Igen, van telefonszám. Igen, igen, igen. Jó, rendben, várj, egy pillanat, csak felírom magamnak. El kell kapni Karcsit. Ez a küldetés. Mondhatod, ha 192 77 27 192 77 27 Így van, így van. Rendben. Ilyen szakadt golffal jár. Off-white-os pulcsia van, narancssárga haja. Egyből felismerhető. Rendben. Nem tudom, ez rögtön börtönbüntetés, nem? Persze. Na, álljanak meg egy szóra, mert ez a szám engem is hívott. Miért, uram? Mindjárt. Hoppá. Ez a szám engem is hívott. Ha engem, Mihály? Igen, miért hívta? Nem tudom. Nem veszi fel a telefont. Hát persze, mert fél. De miért hívott engem, és honnan tudja a számomat? Azt nem tudom. Majd ebből majd csinálunk egy jó kis nyomozati anyagot, jó? Behívjuk majd meghallgatásra, jó? Ugye legegyszerű. Majd egy olyan időpont, amikor nem számít rá. Egyébként próbálom még egyszer felhívni. Jani, ne! De hívott engem, nem tudja, hogy miért hívott. De beszélek. Katalizátor miatt, tényleg. Tényleg? Meg tudod adni számát? Várj egy kicsit. Tényleg a katalizátor miatt? Ez jó lesz. Hát ezt most nem mondjuk el. Csat, mindjárt 1000 like, köszi szépen!
Kinek tetszik, nyomja meg, az ingyen van! Nem vagy rendőr, Del Castor, mindjárt Szoliba állunk, csak most meg akartak ölni. Az életemre. Nem fogja felvenni. Másik, hogy nem. Már meggyógyultam. Ki ez. Mai live-ot a tagok rögtön vissza tudják nézni, aki nem tag, ő holnap tudja visszanézni. Van, nyugodjon meg Mihály, lazuljon el egy kicsit. Jó, viszont uram, a munka az kikapcsol engem, úgyhogy szeretnék ma dolgozni. Persze, mindenképpen mondom, hogy ha úgy áll a lelki alapota, akkor persze... Hívjunk ki egy orvost, jó? Mindjárt, Jani, mindjárt mondom. Van egy orvost, ki kell mondani, ízét, pont van egy mentős. Akkor. Mindjárt írtam neki egy SMS-t, hogy ki maga, hogy honnan tudja a számot. Igen, hívjanak meg egy mentőt. Rendben. Mert mindjárt beszélek én vele, jó? Nem fogja felvenni Gustav a telefont. Biztos. Gondolom nem láttam meg, gondolom meg, akkor megbizonyosodott arról, hogy a holttestem ott van-e a vízbe. Nem találta, és szerintem tudja, hogy életben vagyok. Igen. A Extrat a 4-es volt. 14-es volt. Már mennek. Jó, Jani. Menjen neki. Már boltot rabolnak. Itt maradok, megvárom a mentőt. Hívtok meg? Hát ilyenkor nem mehetünk. Jön a mentős. Jó, akkor menjetek a bolt. Mennek a boltra. Látjátok, bocsánat, tudtam, hogy rab... semmi baj, főnök, semmi baj. Arrébb tudnod egy picit, kérem? Mihály, arrébb járt tudnod venni a másik székre? Ja, persze, bocsánat. Köszönöm, nem, én adtam meg a Jani számát. Na. Többet adanem meg. Főnök, tényleg nincs problémám. Mindjárt. Ez a bor, ez jót tett nekem. Mindjárt. Leülünk egy kicsit. Kármán, be tudsz jönni? Jövök. Te így nem. Mindjárt. Hát így nem. De ő most... Ő a kék lagúnának a tulajdonosa, ugye? Egy kicsit, mindjárt kimegyek a mentősért. Hölgyem, amúgy is akartam kérdezni valamit öntől. A parkolóban találkoztam egy ilyen kék hajú hölgyel. Őről mit lehet tudni? Nem tudom, én is láttam őt, de fogalmam sincs. Mert az egyik... Ez egyszer volt bent nálunk az étteremben. Ja, hogy akkor nem ismerik egymást. Nem ismerem. Mert az egyik illegális fickó őról a kérdezett információkat. Hát mondom, nem a rendőrségnél dolgozik, úgyhogy fogalmam sincs, hogy ki ő. Hát nem ismerem. Jó, de akkor csak egyszer volt a Kék Lagúnában. Nem tudom, miért volt ott a parkolóban. Nem tudom, egyszer láttam csak, de akkor is olyan fura volt. Aha. Próbáltam vele társalogni, de nem volt hajlandó. Nekem azért volt fura, mert mondta, hogy nem dolgozik semmit, de mondtam, hogy vigyázzon magára, és mondta, hogy három férfi figyeli minden lépését, és vigyáznak rá. Hát én ezt nem tudtam hova tenni. Most ha nem dolgozik sehol, akkor minek figyelik? Hát ez az, hogyha nincs olyan körökben, hogy valami magas pozícióban lévő üzletasszony lehet, vagy nem értettem én se. Hát, vagy valakinek a felesége. Ja, igen, valami komoly embernek a felesége lehet, aha. Hát igen, vagy valami rokonak. Jaj, bocsánat, csak ide jövök enni, mert... Nyugodtan. Bocsánat, hogy így tönkretettem a beszélgetését a Jánossal. Ja, semmi baj. Csak mondta a főnök, hogy nem akarva dolgozni, azt én meg mindig belerángatom ezekbe a dolgokba. De ilyet, hogy meg akarnak engem ölni, erre nem számítottam. Hát, szerintem senki nem számít erre. Hihetetlen. Az a baj, hogy senkiben nem lehet már megbízni, és ez idegesít. Hát, igen. Igen, sajnos én is így jártam az egyik alkalmazottal. A hölgy alkalmazotta? Igen. Ki rúgta? Ki? Azt a mié, lopott a kasszából? Nem a kasszából. Ha nem? Hát elment vásárolni másnak, aztán tudtam, nélkül eladta. Azt a szóval beszerezte az árut, értem, és eladta. Igen. Azt a... És ez hogy derült ki? Jó. Hát, ügyesen. Azt a... Ez durva. Igen. Ez kemény. Hát nem néztem volna ki belőle. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, uram. Ő lenne a személyünk. Rendben. Mindjárt doki, becsökkom a... Rendben. Mondja el, mi történt? Autóbalesetben megsérült a lábam, illetve a nyakamon van egy kis horzsolás. Bízom benne, hogy nem kaptam agyrázkódást, uram.
De ne csak ezt mi. Utána pedig ledobtak a vízbe, abból megfojtogattak, és utána beledobtak a vízbe. De a víz felfogta, ott egy kicsit csak csípett. Miért kopasz a bácsi? Nem. Köszi, Zoli. A nyakát, hogy nem érte. Donét elő, vadállat! Olyan szintű horzsolás van itt a nyakánál. Felhúzom a nazdágját. Lekerpézni csat. Ilyen ott a sérülés. Remélem, hogy azért ez is tetszik. Igen, ez viszont egy komolyabb lesz. Igen, sántikálok is. Kötszerre bekötöttem. Be kell majd mennünk a kórházba, lehetséges. Mert még... Mert még vannak olyan sérülések is, amik például a kötszeren nem láthatóak kell. Például a nyaksérülés, azt le kell fertőtleníteni, illetve a lábát, ahogy látom, egy kisebb szintű zúzódás érte. Igen, igen, uram. Akkor... Kényeztétek egy kocsit. Jó. Muszáj, chat. Ha lehet, én vinném a Mihály. Jó, rendben, nyugodtan. Jó, akkor menjünk gyorsan, mert utána még dolgozni akarok. Menjek én is. Van permi perdu, tényleg van permi perdu. Most mondta itt a kollégája, hogy nagyon zaklatott. Itt Molnár János őr nagy elnézést, egy közbeszólok. Igen, ez újítás. Ez újítás, igen, chat. A permi perdu újítás, tényleg elfelejtettem, pedig... Hát, hogy érintett ez a dolog? Zaklatott esetleg? Hát, nagyon zaklatott vagyok, valami nyugtató kell majd, uram, mert hát az életemre törtek. Értem. Miért kopasz a bácsi? Hát, lehetős, hogy el kell majd a pszichológiai beszélgetés végeznünk, hogy néhány kérdés feltegyünk el, de... De igaza van, ezt le kell pőzni. Nyugta. Csát, ez egy ilyen nap. Holnap Mafia RP lesz. Egy kicsit meg kell néznem valami. Rendben. Mi történt? Jó, meg akartak ölni. Köszönöm szépen. Itt maradjanak egy kicsit itt benn. Rendben. Ja, biztos megnézi Mihály, hogy nem-e követik, tudja. Ja, értem. Hát remélem, ha le fogják kapcsolni ezt a csávot minél, ez életveszélyes. És ha az én életemre tört, akkor másira is fog. Hogy nézi soha nem lehet tervezni, illető? Igen. Egy golfja van, karcsinak hívják, és off-white-os póló, vörös haj. Köszi, Joker. Várjunk csak! Igen? Hát tegnap előtt, vagy nem tudom, egy kék golfos autó majdnem belém jött. Nagy száguldás ment. Azaz, kék golfja van. Az ő lehetett? Igen. Nem tudom, tegnap előtt mentem volna esetre, kim volt a villogos, annyit látok, egy nagy kék golf így átvág előttem. Aha, szóval szabálytalankodik is. Fú, ez a féreg. Fel de kell Mihály, kapni. Miért akarta a Karcsi megölni? Azt mondta, hogy erre utasították. Féreg, igen, azt mondta, hogy erre utasították valami alvilági emberek. Hol is kezdhetném a sztorit? Talán két éve. Pattam ki a fej... Igen, szóval igen. Egyelőre egy embert látok szaladgálni jobbra-balra. Mihály várjon egy kicsit, mindjárt. Jöjjenek ki, itt állok a BMW-vel, azonnal szálljanak jó, be. A BMW-be azonnal szálljunk be. Jó, rendben, megyünk. Okay. Jó, ez a parancs. Ó, mert szaladjának valaki kint, és akkor mondta gyors, a BMW-be szálljunk be. Jó, oké. Okay. Akkor azt jelenti, nem történt probléma. Ott biztonságban van olyan képen. Jó, rendben. Nem, Áron, én nekem ezt így... továbbították, mert Karcsi azt akarta, hogy igen, hogy le legyen erpéz, hogy kiszabadították ugye a börtönből, de utána ezt elvetettük, úgyhogy nem értem, hogy ezt miért erpészte. Kíváncsi vagyok. Elnézést, bocsánat, majd kérdezni szeretnék valamit. Nagyon jó. Itt a perdu, látjátok? Tőlem főnök, vagy kitől? Pillanat is fel. Elnézést, közben itt szólok, pont ezt mondtam. Azt akartam mondani, hogy ez ütközik a bibliai szabályzatba. Micsoda? 600 ezer forintot akartak egy túlszért. Azta! Ezek a mercisek nem a legjobbak. Hát az eszemben az én életemre tekintve.
Ne, ő nem Lina Viktor, ő a Kék Lagúnának a lídere. Ő az étteremnek a lídere, ő nem Lina. Most azt hiszik, tudja, hogy a mentőben van, hogyha követnek minket. Uram, ilyenkor mi az eljárás? Rögtön le lehet sittelni az ilyen embert? Vagy mit kell csinálni vele? Az ilyen embert, aki... Hát majdnem rendőrt megölt. Igen. És ezt azonnal el fogjuk kapni, hogyha meglátjuk. És azonnal megy a börtönbe. Jó, hát Karcsit másodszor fogjuk lecsukni ezek szerint. Mindjárt 1000 like, köszönöm, nagyon, nagyon boldog, hogy ennyien itt vagytok, köszönöm. Holnap Mafia RP, kedden magyar, szerdán Mafia RP, és nem vagyok utána 18-án lesz legközebb live, mert megyünk, elutazunk. Uram, illetve majd szeretnék jelenteni több dolgot is, de majd kedden jövök, amikor dolgozni fog kedden, főnök? Igen, keddeste vagyok. Jó, igen, akkor kedden fogom a jelentést leadni. Hát csak egy fél órát talán tudunk dolgozni. Remélem. Well, my man sure loves a bustieri. Does Inspector Nicker sell those? Jó, kedden leadjuk a jelentést a szakárról, meg a Jokerről. Jó, köszönöm. Ordítanak ezek, nem tudnak viselni. Legyen minden live ezen a héten Mafia, de ez nem jó. Bas, akkor mi vagy, de... Hogy hívják? Mazoista vagy? Kínzod magad, hogy ami nem tetszik, azt nézed? Ráerőlteted magadra? Nem értem. Nem értem. Illetve elnézést, itt Molnár János őrnagy, hogy jelentkezem. Ha végeztek a rablás helyszínével és esetleg lesz majd szabad egység, akkor azonnal keresjük el keresni a személyeket. Rendben. Mert majdnem rendőrnyékos. De holnap Mafia lesz. Nem, köszönöm, nem köszönöm. Kettő Mafia RP lesz a jövő héten. Amint megvizsgálta a doki a Mihályt, azonnal felveszem az adatokat. De bas, lesz holnap meg szerdán Mafia RP. Durva volt. Rossz helyre bújt el az étterem. Mai live-ba még? Hát utána dolgozni akarunk egy kicsit. Egy kis járőr a végére levezetésnek, mert itt pörögnek az események. De, egy ahol kényelmesebb, én pedig itt vagyok. Köszönöm szépen. Azok nem a mercisek. Akkor beszélgessünk egy kicsit. Rendben. Szóval mondta, hogy megfenyegették, illetve meg is akarták ölni, szóval ez már gyilkossági kísérletnek. Így van, uram, így van. Az életemre törtek, ez másodszor fordul elő, amióta itt vagyok a városban. Másodszor. Az elsőről beszélgessünk egy kicsit, mert azért nem mindegy, a pszichológia ez egy olyan dolog, hogy minden egyes... Milyen ügyes a kisrác. Mondja el az elsőt is. Hát még utána megtörtént a pszichológiai kivizsgálás, és azon már túl voltam. Ez most jobban megrendített, mert itt már tetlegességig fajult, nem csak megfenyegettek, tudja? Jó, rendben. Szóval most a fenyegetésre lejutottunk ahhoz, hogy cselekedet is történt. Így van. Milyen ügyes a kisrác. Jó. Mit érez most? Zlatottságot, ijegységet, félelmet? Stresszt. Nagyon nagy stressz. Stressz. Jó, rendben, ezt ide egy Xanaxot szerintem be tudnék venni. Jó, rendben, meg fogjuk nézni. Szóval a stressz, ez a dolog úgy megrázta magát, hogy esetleg, ugye mondta, hogy a Xanax, de így komolyabb altatókra lenne szükség, nyugtatókra. Nem, csak a nyugtató. Csak a nyugtató. Meg kicsit el vagyok hízva, és az új fogyi szuri kellene majd nekem. Ja, csak erre olvastatok? Értem. Erre az új fogyi szuríró. Nekünk többféle altatónk is van, ugye van a legismerőbb. A pacal miatt! Illetve van még nekünk a metamorfia. Ez egy komolyabb altató, azt igazából azoknak szoktuk adni, mikor itt fekszenek benne az emberek is. Szóval ez egy kicsit komolyabb hatású. 10 gram akár ki tud lőni egy embert ilyen 10 órára is. Jó, hát ez csak a biztonság kedvé, ha nem tudok aludni. Jó, de nem 10 gramot, hanem csak 3-at szóval magának. Jó, rendben. Ki fogjuk mérni majd. Igen, Mázvik, szóval nem mondod le a tagságot, akkor vonja automatikusan. Megfojtogatták és vízbe nyomták a fejét. Nem, ledobtak a mólóról, uram.
a múlóról ledobták? Igen, igen. A kék laguna környékéről? Igen, 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 igen. Az óriás hát kereknél. Azért az egy nem kis esés. Ugye mondta, hogy a nyakánál és a lábánál történt testi bántódás. És beszélgettek-e valamit azok az urak, mielőtt ledobták, vagy jön? Nem, egyetlen egy úr volt, mondta, hogy ezt kérte valakit tőlük. Vagy tőle. Az a rendőrség hatáskörre, de oké, csak... Jó, rendben. Ügyes, nagyon szóval, a kis srác. Nagyon, nagyon, jó, nagyon. Jó, akkor beszélgettek is, oké, rendben. Tényleg, jó RP-s. Még itt lenne nekünk annyi, hogy a személyeknek a nevét esetleg... Lehetséges, hogy is vale, lehetséges, hogy ismerem én is őket. Amit mondott az a golfos csávó, az a Karcsika, Karcsika. Karcsi? Károly. Károly, igen. Milyen Károly? Aki ajándékba kapta, azt nem tudom. Aki ajándékba kapta a tagságot, neki nem kell lemondani, csak neki jó, automatikusan elveszik. Jó, rendben, akkor azt írom így a gépembe, hogy Károly. Jó, rendben. Akkor Ács, csak ő csinálta, vagy volt ott több ember is? Ő volt egyedül. És ahogy hallottam, nem tudom. Mihály, elnézést, jól hallottam, hogy azt mondta, hogy el van hízva? Egy kicsit, uram, igen, sajnos. Elpacsolta. Hallottam az előbb is, uram. Lehet, hogy amúgy az elhízás is hozzájárul ahhoz, hogy lassabban épül fel a sérülésem. Jó, van, Mihály megsimogatta, mit a fején. Na. Illetve... Ez miért volt jó érzés? Igen? Nem tudom. Hogy a kedves Károly ugye nem csak fenyegette. Jól hallottam, még mikor jöttünk a tárgyalóba, belejött a városba, nem? Igen, igen, uram. Utána megszakadt a kapcsolatunk, de ez engem nem érdekel. Szóval komolyabb kapcsolatuk volt, érte? Mármint nem az a kapcsolat, hanem baráti kapcsolatban. Na de uram! Én nem feltételezek semmiről semmit. És hogyha esetleg akármi is van, embert embertől nem különböztetünk meg. Ez a mai nap legnagyobb tanulsága, uram. Hát ez nem egy nap tanulsága, ez az egész élet tanulsága. Na mindegy, ne is erről. Mi van több ez a gyereknek, mint nekem? Meta jó, írja fel, aki aztán menni akarok dolgozni. Kérem, engedjed el. Oldja a stresszt a munka, tudja? Ja, értem. Hát igen, meg a pénz is jön. Értelem, benn vagyok a kórházban. Igen. Jó, még felírok majd egy orvosi javallatot, hogy azért szedje azokat a gyógyszereket, ha nem a szükséget, és a szanakból minden éjszaka egy hétig dobjon be legalább egyet, kettőt. Rendben, de ez nem potencia növelő, ugye? Dehogy is nem. És akkor el van hízva. Ahogy látom, meg a kocka hasa van. Ahogy így látom a pólóból. Vannak problémáim. Hozzáteszem. Rendben, akkor menjünk át a jó. Gyógyító szobába, ezt mi így hívjuk, és akkor ott megnézzük azokat a sebeket, rendben. És akkor azután jöhet majd az orvosi javallat. Doki! Köszönöm. Mondja! Okay. Adott neki szanakszot? Még csak fel. Még nem vettem be főnök! Jó, mert bort ivott. Jó? Alkoholt fogyasztok? De várjon, ha utána veszem be, akkor nem baj. Nem szabad rá inni. Most előtte itt a bort, utána szalagszat, akkor nincs jó, baj. Jó, minden egység, akkor mennyinek próbáljátok elkapni őket, jó bankrablás, vagy boltrablás gyanúba. Rendben, akkor jön, kedves Mihály. Jó, menjünk. Púcsát, utána dolgozunk, megígérem. De hát látjátok, muszáj le RP, ez az RP. Nem, lesz, nem tud tervezni az ember. Mehetünk, uram? Bocsi Géza? Bocsi Géza. Chat, holnap akkor 18.30 Mafia RP, jó? Oké? Okay. Ott annyit kell tudni, hogy az infók törlődtek, mindenki a nulláról kezdi az infót. Itt vagyok, legyen szíves, üljön fel az asztalra. Rendben. Nem is segít a rablásra. Kende! Ugye ezt nem kérdezted komolyan? Hát orvosi vizsgálata vagyok, hogy tudok menni így? Mindegy, le nekem az is jó, rendben. Felveszek egy orvosi. Hogy mennék segíteni így? És akkor letetik venni a pólóját, hogy megnézem a még egyszer a nyaki sérülés. Rebek, köszönöm. Így van.
hozzáérek fertőtlenített kézzel. A kicsit csípi, csíp a pisi. Igen, romban. Akkor a Katalinnal lefedem, illetve rákezdek. Mihály, merre van? Vizsgálok, főnök! Vizsgálok! Rendben. Ráteszem a betonint, ez egy kicsit csípni fog. Ááá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 
van. Illetve még egy kis vizes páslit rá teszek. Erre kanabisz kellene. És oda? Mi? Ki mondta? A bor beszél belőlem. Mesélek a bornak. És akkor még a nadrág, akar, hát a nadrágja meg a cipőjét, hogy ellássam a... Na már a nadrágját is leveszik Mihály, na? Bokatája és sérülés. Igen, ott látom, hogy be van illulva egy kicsit. Betadi, nem kéne a csípje? Nekem csípet. Én röggönyt azért el kéne végezni. Azt hittem fék hospital! Nyaki emelre lenne legjobban szükség. Nyaki emelre? Igen, hogy elküldjék a Mihályt emelre, de ő amarra menjen. Hogy ránézésben nem vagyok benne pontos, de én úgy látom, hogy ez egy első szintű szintudás, szóval a legkisebb, de hogy látom, mind a két lábát érte a sérülés, a jobb lábát nem érte, viszont a balon ugye ott volt a zúzódás, illetve be a lilulva, megnyomom a bal lábát. Most megnyomom a jobb lábát. Ahogy láttam, egy hematóma alakult ki a jobb térfelett szélén, tehát a véraláfutás más nem jön. Hú. Ó, azért egy rögét el kéne végezni, mert mégis ez nem csak játék. Nem törte, hát tudok menni, uram, nem törte. Hát az rendben, hogy tud menni, de hogyha véraláfutása van. Röngenezze meg. Jó, óvatosan. Szerintem tartsa ide, doki azt a gépet. Rendben, ide tartom, várjon. Itt van. Rendben. Viszont... majd forduljunk el a sugárzás miatt. Szerintem felesleges. Ezek már olyan korszerű gépek. Mihály, remélem semmilyen fém tár nincs a gatyájában semmi, azt letépi. Nincs. Akkor egy villámröggenet elvégzünk, rendben. Pont ott van a lábol, kell be is kapcsolom a gépezetet. 3, 2, 1. Itt repül a kis madár. Sőjön, Mihály, nehogy. Hogy felvillanjon a villanykörtös. Hát a Mihály ma nem dolg... Látja a monitorom. Szerintem amióta rendőrök tudjátok. Vagyunk, ez az első ilyen, hogy, hogy nem dolgoztunk, lábánál. Nem? Várjon. Nem. Tényleg okot, hogy zártam. Bal. Bukájánál van egy kisebb. Bocsánat, lehet bezavart a katalizátor, ami nálam van. Doki, ezt ne felejts el, mert most már van ilyen. Mi látható a röntgenen? Hogy rög? Hogy rög? Negatív nem szükség. Ezt is befásrizom. Ó, köszönöm. De fogok ma dolgozni. 9-kor kiengedek a kórházba, azt megyünk is dolgozni. Melékjáratban, hogyha ezt ugye itt látja tőlem, azt a betegtől várja a választ. Igen. Mit látok a röntgenen? De mi? Én is látom, itt van a fejem fölött. Na mindig, nem mondod. Nem, mert akkor fogom ezt. Ja, csak még szerintem, hogy nem tudja a permi perdút a kis csávó. Jó, fesz méretű paprikás kalmát. Pakker. Jó, kész vagyunk, uram. Hív a munka! Remben, és akkor még egy orvosi javallatot felírok, hogy azért... Felöltözhetek? Persze, öltözöm fel. Köszönöm. És akkor még itt nagyon gyorsan megírom az orvosi javallatot. Milyen fegyver, Joker? Nincs rám fegyver, ne idegesítsé. Okay. Hú, sokkal jobban érzem magam. Ez a Borsanax kombó, ez a legjobb. Nekem mindjárt olyat. Jaj, de jó érzem magam, ellazultam. Azért... Ne fogyasszom, hogy mi a kó. Jó. Itt mentős bácsi, keresik.
Majd visszajövök a javallatté! Új, itt ez a csávó. Viszlát, köszönjük a mentős munkáját. Majd jövök a javallatté, majd bejövök. Jó, még jöjjön be a lapért. Nem volt megbeszélve semmi, ami ma OC-n tört, vagy na, IC történt. Nem volt ez megbeszélve. Na, megyünk dolgozni. Ez a kopasz a ez a bácsi. Jöjjön, Mihály. Bácsi! Igen. Maga a bácsi? Igen, szia. Szia, bácsi. Jövök, jövök, azt hiszem csak ez lesokkolt. Ne foglalkozzon vele. Szegény sárga lapos, ne foglalkozzon vele. Tényleg ez a bácsi. Felrejtem egy kis korában. Csígyögyes szegény. Köszönöm szépen, hogy foglalkoztak velem most irány dolgozni. Ezt magamnak mondtam, főnök, nem önnek. Mihály, hát persze, hogy foglalkozok. Ugye nem csak kollega, hanem így egy család is vagyunk, mint az állomány. A rendőrség egy nagy család, Mihály. Köszönöm, uram. Sírjon, mint egy kis leber, én is sírom. Egy férfi nem sír. Léci, ne sírjatok, jó? Bocsánat, azt mondjam. Nem fogom magam sírni. Na jó, hagyjátok abban, ezer like, hát, ezer like meg lesz, akkor nem lesz semmi. Meg lesz az ezer like, köszi. Azta! Ez? Vadállat! Chat, jó volt ma a net, ugye? Végre jó a netünk is. Jaj, én meg félborulok. Mai videót majd nézzétek meg, meg a Shakirát is. Beöltöztem Shakirának. Rendőr LP-ből. Eddig ez a legjobb, Martin? Tényleg? Pedig ma már furcsa dolgok történtek. Köszi, Tomix! Dobj egy e-mailt, jár a két dedikáló kártya, és rögtön vissza tudod nézni te is a streamet. Aha. Az igen. Azt láttam, főnök. Nem ez tudnak kavajon vezetni. Ez durva, hölgyem, amúgy visszatér, hogy ki, ez a hölgy ilyet csinált. Ez teljesen kiborultam. Igaz? Ja. De ezt nem tudja senki. Azok csókerék. Nem híreszteltem. Uram, ezek csókerék. Ez a Johnny meg a csókerék. Ezek azok. Nem kell tenni, és csak maradjunk csendben. Ezek csókerék, csend. Izgalmak a live végén. Izgalmak a live. Ezek csókerék. Gyertek oda! Johnny! Ez Johnny Depp. Ezek ők, főnök. Az a kocsi, ami ott ment, az a Joker becenévre hallgató személyünk. Itt van komolyság vicc is, ja, ez ilyen... Ne menjen utána, még véletlenül. De a másiknál is van. Valaki amúgy csak az RPS streamekből ismertek, vagy tudta már, hogy próbáljuk meg minél hamarabb úgy... Próbálunk meg úgy közlekedni, mert nagyon sok az olyan ember, akit eddig észrevettünk, hogy feltűnési büszkedegségben szedünk. Értem, főnök, értem. Írt a mentős, hogyha van szabad idő, menjek be! Amint megérkezett ön a városba, hirtelen a 3-4 ember ott volt a kapitányság ajtajába berúgva. Tényleg? És az lehet, igen. Bakker, én vonzom ezeket az embereket. Igen. Ez durva. Ezt meg nem nézem jó szemmel, már kezd dühíteni. Elhiszem, főnök, elhiszem. Azért ez... Ja, kopasz rendőr bácsi! Kavis Twitterre kiírta! Na most ne főnök, ez Mihály. Nyugodtan. Rendben. Nem. Hú, akkor mehetek dolgozni még egy kicsit? Hát,
Ezt majd mindjárt Gusztávval meg tudod beszélni. Ő lesz majd a akció. Ő a főnök, jó. És tő lesz, mivel én leadom. Most megyünk tovább szerintem. Rendben, rendben főnök. Köszönöm szépen az idejüket, hölgyem. Köszönöm szépen. Szívesen. Meg fogom hálálni valahogy. Hogyan már? Nem azért csináljuk, hogy meghál. Jó, minden jót kívánok és további jó szórakozást. Kitartást a jövő héthez, mert nehéz lesz, gondolom. Hát, egyelőre igen. Egyelőre, még a holnapi napot még megyünk járőrözni. Hú, de jó. Nagyon jó főnök. Rám fér. Egyen egy pacalt is. Tudja, hogy hol a legjobb a pacal? Jakabszálláson. Jakabszálláson. Igen. Sőt, valaki tudja a jakabszállási pacot? De most annál azt nincs hallottam, jobb. Hogy voltak nagy viharok, és Kaposváron föltámadt a szél. Ó, mindenhol hallja, villanyosztopok. Képzelj, az én házamban még egy trambulin is berepült. Igen? Ja, majd nézze meg az Instámon. Okay. Igen, de azt igen, láttam, hogy megfújta a szél, jó. Mert valami szürke parókát is fölvett. Igen. Voltak bajok. Láttam, igen. Gusztáv, akkor dolgozhatok egy kicsit? Dolgozzon nyugodtan. Köszönöm. Csak szalapsz meg borhatás alatt. Nem, már kimen. De főnök, jó, itt járakod. Jani, majd valaki ezt dolgoz, üzének járőrtás. Oh, köszönöm. Fő is veszem a cuccaimat. Vegyen be, egyen egy pacal. Kör is kezdtem én a sztulit, talán két éve. Pattam ki a fejemből, alakítottam egy képet. Hisz untam már a kötött Igen. Jaj, fejem. Itt van. Hallod? Ertünk tudnál jönni egy kicsit? Dehogy, hát dolgozok, eddig kórházban voltam. Miért? Merre vagytok? Hát itt vagyok valahol a pusztán, valami alkoholbódban. Hát figyelj, most nem tudok érted menni, mert én dolgozok. Hívjál mást. Ja, jó van. Oké, hát. Csá. Mi vagyok én? Taxis. Fél tízig tart. Szolgálat felvétele. Na végre! 9-kor beérünk dolgozni! Fél órára kapunk 30 ezret! Ja, a homlokon bugol, igen. Igen. Jó, na, chat. Végre. Bár lehet, hogy azt mondjátok, hogy eddig izgalmasabb volt, de majd most meglátjuk, hogy itt mi lesz. Jó. Tiszteletem kollégák, Tímár Mihály szolgálatba lépett. Erőt egészséget, Mihály. Lakatos Károly kint várja a szolgálati autónál, jó? Vettem. Lakatos Károly. Molnár János Örned leadja a szolgálatot, kitartást és majd jó pihenni. Miért kopas szobácsi? Na. Oké. Okay. Na, meglátjuk. Mondjuk ilyenkor már... Hát, már nem látjuk. Azért Mihály, de nagy esze van annak a mentősnek, hogy kiírta a teljes személyadatát a közösségi falra. Hát tudom, igen. De jó végzi a munkáját majd, de igen. Már tényleg olyan dolgokat kérdezett, ami amúgy a rendőrség hatáskör, erre felfigyeltem. Igen. De ügyes volt. Köszönöm főnök úr, találkozunk kedden. Ne főnök, ez meg jó, a nyugi. Jó, rendben. Akkor csáljani. Csak még vigyázz meg, Várj. Na, akkor jó tesó, akkor majd találkozunk kedden. Jó, na figyelj. Ja, azt akartam még gyorsan mondani, még itt vagyunk, hogy fejből megtudták, hogy te kék ruhában mászkál, csak ennyit mondok, ezt nem majd ja, jó, elmondom. Jó, rendben. Főnök! Na jó van főnök, most lebukott. Én? Hát, ezt nem gondoltam volna főnök, de örülök, hogy a nőket szereti. Hát, na basztán, hogyha nem. Jó, rendben. Jó, oké, na minden jót. Na, hello. Köszönöm szépen. Kitartál. Mit mondott? Előléptetés? Mit főnök? Köszönöm szépen. Igen. Előléphet a izébe a férkövön. Igen. Jó, rendben, akkor majd voltatok érek. Na, hello. Hello. Nem ad előléptetést. Hiába kérek. Igen, a hangja is ő volt. Oké. Jó. Stevie, karold fel a izét, ami is itt. Jó? Aztán mehetek ki járőrözetek, jó? Rendben. Aztán majd csatlakozok én is, jó? Oké.
Oké. Okay. Akkor de Jeffrey sem. Dahmer lesz a járvitársam, nem a Károly? Lehetünk. A Kovács Stevie Ante? Lesz, meg a... Ennek a Kovács Karcsi? Jó, rendben. Igen, igen. Dahmer? Igen, ő. Jó, menjetek egy autóval, aztán lesz a minát, jó? Rendben. Ügyesen. Ha valami van, szóljatok. Rendben, főnök. Pillanat, Steve, eszek. Terényi Gusztor fakit egy ilyen kis írását. Srácok, hogyha esetlegesen gáz lenne, a Kék Lagúnán a rádión vagyok. Nyugta, megint csak tudom azt mondani, hogy János, ha kész a vacsora, akkor szólja, mint én, múltkor találkoztunk. Személyesen. Jó. A vacsora perkült lesz. A kedvéve. Pörögni fognak az események, mint egy jó pörkölt? Így van. Jó, iszok kis vizet. Telefonom csöngésének, nem tudom, hogy Petiéket meg kell kérdeznem, hogy mi ez a rep. Fogalmam sincs. Ja, itt vagyok, Karcsi. Jó napot. Jó napot. Hm, oké. Hova vigyelek? Mi volt a rabláson, fiúk? Rendben volt minden? Mhm. Hát elszabadultak, sajnos. Elmenekültek, bakker, hegyen? Jó, most nem, ő ilyen Mercedes, mint a Jánosi, ilyen nem menekültek. Mennyi volt a történet? A Batyi Géza most az először meglógott. A Batyi Gézáikról voltak? Batyi Géza, meg tudod ki? A három lakadó. Hallod, de hát én tudom, hogy hol te, hol van a telephelyük. Én tudom, igen? Menjünk oda. Mi voltunk kint Antoannal, mi is arra a lop lenni. Így van, így van, így van. Mm-hmm. Ha nézzünk ki arra, hát ha ott nincsenek ott esetleg? Persze, nézzük meg. Jaj. De akkor biztos, hogy ők voltak. Igen, igen. 100%. Ki az a elmetemült állat, aki bent a boltvai katonával jár? Nem egy, hanem mind a háromnál volt egy katona. De várj, ezek hárman vannak, nem csak ketten. Két lakatos meg a Batyi. Aha. A Karcsika most nem volt ott. Hárman vannak, Fett, akkor. Érdekes, érdekes. Részműves. Nézzük meg akkor. Sziasztok! Chat, Valentin napra elutazunk a Nikivel, úgyhogy most hétfők egy szerda van. Stream után a 18-án lesz a következő, jó? De lesz telefonos illetés, lesznek vlog videók, csak RP-t nem tudok, jó? Erre van a szükség. Kollégák, le akartunk jönni a Kék Laguna melletti parkolóba. Az itt van lesz a Joker, az. Illetve még egy gépjármű. Legalább 10 ember itt van, és ha jól látom, a Batyi Géza is itt van. Dubajozunk egy kicsit. Dubajozunk. A fehér cikósunk, azt látod ott a környékbe? Biztos vannak itt fehér ruhás. Itt balra majd menj ki. 100%. Nem fehér ruhás. Egy, azt hiszem, farmer nadrágos, fekete trikós srác, eléggé barna bőrű, és kisebbségi akcentussal beszél. Elég erőteljes. Beszállnak a kocsiba, elfogják. Ez az ő családi autójuk, ugye? Egyszerű, hadd menjenek a körözés, még úgy csattam ki rájuk. Gusztáv, itt vagyunk mellettük, ha elmennek a több, elmegy az a két autó. Lecsaphatom a Gézáikra, hárman vagyunk. Gézáikra mehetnek szerintem. Igen, egy elsősorban legalábbis egy egyszerű igazoltatás céljából, aztán hogy olyan van, akkor hozzátok be őket. És akkor szembesítsétek, hogy mi a helyzet, jó? Bálunk itt, megverik meg elmond. Nyugta. Ez az egy kiárat van, srácok, hogy tudnak másfelé is menni? Nem, ott az egy... A másik oldal tudnak kimenni. Másik oldal tudnak kimenni. Jöjjenek, meg baj lesz. Jöjjenek, meg baj lesz. Menjünk oda szerintem, nem? Menjünk oda szerintem is. Oda? Aha. Ott legyünk. A két kocsi. Hát csak ott a közelben nézzük meg, hogy hányan vannak. A kocsi most mennek el. Gézaik ott vannak. A Lokland-i kocsi. El fognak menni a Gézaik, menjünk, ez az autó. János, kérem, ne tessék idegeskedni. Mondta a Károly, hogy ha elindulnak a Gézaik... Már futnak. Befutottak az épületbe. Hadd fussanak, majd elkapjuk később. Jó, később elkapjuk, srácok, hallottátok az utasítást. Gyertek, kint vagyunk Gustav 3-on, el tudnánk kapni. Ha látjátok őket, akkor azt tudom mondani igazából, hogy miért nem. Itt van a kocsijuk, de ők eltűntek. Bementek. Összegbe mehettek egy garázsba. Ha jól látom, ott vannak bent. Bent vannak. Bent vannak, igen.
Igen, Jokerik voltak ott a másik két kocsival, de itt pedig a Batyi Gézáik vannak. Ezek van a kolléga az ingatlanba. Dani, tetszik a feleséged. Örülök, Attila. Örülök. Gyönyörű feleségem van. Nem, nyitva van? Sokkolunk az kéz. Éles kézbe veszem. Pusztán van a szolgálatban, rendesen tőle kérjenek behatolási engedélyt, hogyha úgy van. Jelenleg a Károly a szolgált parancsnok, amíg én írom a jelentést, addig átadtam neki. János, segítséget kérnék, hogy támogatja azt az ötletet, hogy hárman vagyunk, hárman betartok rájuk és letartóztatjuk őket boltrablás vágyával. Én az engedélyt megadom, hogyha be tudnak hatolni, de eddig nem nagyon látom őket bent most. Most a homlokon, bocsánat. Homlokra gyűjtünk. Meg olyan állat vett fel, Steve. Élest a kézbe. Láttuk bent mozgást? Nem, be fogunk hatolni, mi jaj. Golyó arról fent van mindenkin, éles a kézbe, gyerünk Bordi. Kollégák, itt nincs benn senki. Ezek hova tűntek? Óvatosan. Hova tűntek? Hol tudtak kimenni? Ezek hol szívódtak föl? Hát egyetlen egy kijárat van! Ezek hogy szívódtak föl? Egy kijárat van. Itt van kint továbbra is a két fehér kocsi, a Joker és a Johnny itt állnak kint. Ja, lehet leléptek, ja, lehet leléptek aludni. Mert hol tudtak elmenni? Hát de csak az egy kijárat volt. Lehet, hogy a tetőre ki tudnak menni? Hogy van valami titkos. Aha, azok meg Jokerék. Hát most ha magukra zárják, akkor se tud, nem tudjuk leerpézni, hogy jöjjenek ki, vagy bármi. Ott vannak. De nem tudom, hogy mi csinálj. Nem hiszem, hogy kiléptek. Mik van, bátok léptek, akkor is magukra zárják, nem tudunk bemenni. Meg a hátsó ajtó is lehet, persze. Okay, de most hol tudtak elmenni? Most ezen terem. Van valami titkos kijárat, biztos. Mm-hmm. De messzire viszont nem juthattak. A loplandi kocsi ott van. Igen, igen. A környéket elkezdtem járni. Nem szaladt a két jobbnához valahova. Igen. De a másik irányba indultak. Kifelé tengerpart? Hát minden jöttünk, és erre nem jött velünk szembe senki. Amikor ideértünk, akkor távoztak ebbe az irányba, ahol igen, most megyünk. Tégla is tulaj, ugye? Nem tudtak ilyen gyorsan eljönni, szerintem. Na, jöjjön egy egység, ahol én vagyok. Menjünk oda, Molnar, Jánosok. Nem szállok ki. Megfenyegettek, hogy jobb, hogyha eltépjétek. Hoppá. Egyen úgy, mintha nem ismerne, és kérdezem meg, hogy mi van. Én nem szállok ki, mert Joker engem ismer. De Joker, biztos, hogy elbújtak, mert többen írták, hogy nem léptek ki, úgyhogy elbújhattak valószínűleg. Melyik úr mondta ezt? Nem tudom, bement a fal mögé. Igen, ott sétált. Jó, de ezt így nem látjuk. Milyen ruhában volt? Te. Ott van hátul. Rendben. Ott van hátul. Elmennek a balra.
Jó, de ezt így nem látom a faltól, amúgy így tudnánk nézni, értitek? Most oké, okay, hogy ezt így látjuk, de ez csalás szerintem. Karakterem az így egyet lát. Nem szállok ki, mert a Joker felismer, az nem jó, hogy én itt vagyok. Kevesen vagyunk, hány rendőr van? 4 rendőr van csak Szoliba, igen. Igen, most tényleg. Na, a homlokom tényleg nagyon durva. Akkor ennyi erővel ne dolgozz. Krisztián, miért? Gyakorlom a türelmet, semmi. Hoppá, ott van. Lehet, hogy ez a HQ. Uram! Igen? Jó, végeztem a jelentésírással. Lefoglalta meg a teleportbolt-ot. Nem parkolom. Lefoglalta. Á, hogy úgy? Akkor ez a Mercedes, akkor miért parkoli? Ő várakozott. Leigazoltattam. Leigazoltattam, minden papírra rendelkezett. Aha, oké. Hagyjuk inkább. Hangnem lehet változtatni. Kollega, minden rendben? Rádiózik. Szerintem maga is jöjjön ki, mert ezek a fehér ruhások megfenyegettek, hogy jobb, hogy elhagyom a helyszínt. A kollégákkal is elég szép stílusban beszél. Már most is jelenleg folyamatosan rádiózik. Nem tudtunk mit kezdeni, mert ketten vagyunk, mert ugye Mihály nem száll ki. Ugye tudjuk miért. Megyek. Négyen vannak? Mondják azt nekik, hogy jön egy ember, aki kitesz hatot. Áthatta meg ilyetnek. Ne aggódjon, nálam is van már a flőt. Szaladnak hozzánk, hogy gyerek. Len vannak az aluljáró alatt? Az nem a hölgykocsia? Igen, pozitív. Jó, négyen vannak. Egy fekete... Koordinátot küldtem. Valószínűleg lehet, hogy ezek voltak azok a személyek, akik a... Mihályt vízbe dobták. Egy fekete kocsit látok pirosnál onnan. Akkor tudom felvenni a kiszálló. Négyen vannak. Most a kocsiba nem tudok sisakot feltenni. Igen, Johnny-ék azok, igen. Én dadogost játszok, Gustav, nem ismertek. Főveszem a sisokot, jó? Egy kicsit arrébb látom, hogy tudjunk beszélni. Az lenne a kérdésem, hogy felismeri ezt az úri embert szakába. Megnéz, oda megyek sisakba, jó? Oda megyek. Jöjjön, szálljon balti. Vagy inkább. Hát, de így is átlátnak. Az lehet a szakál? És a kollégák azt látták, hogy ők erre mászkáltak, és valahova eltűntek. Valószínű azért is vannak itt, meg azért azjázunk úgymond erre, mert keressük ezeket a személyeket, jó? Nem akarunk önöktől semmit. Mi azokat az embereket kerestük, éppenséggel. Igen, és akkor az kellett a két kocsit lefoglalni. Ja. Semmi indok, semmi rendszám leolvasás, mert annyi, hogy beül az egyik a kocsiba, és akkor egyből lefoglalja semmi, utána járás a rendszám alapján. Ha ugye azt mondja, hogy körözik a kocsit, amit mondod, akkor rendszámot tudnak, nem? Hát nézze, valahol be lehetett olvasni, hogy ott volt a rendszám tábla rajta, egy az, másrészt. Nem látom, bocsánat, oda ki van tíve valahol, bárhova is, hogy az kijelölt parkolója. Azt sincs elkirakva, hogy nem lehet a parkolni. Igaza van! Ha kitéve, hogy nem lehet a parkolni, akkor valószínű, hogy azt sincs kirakva, hogy lehet a parkolni. Tehát tilosban parkoltak. Akkor magyarul mondva foglalják már le azt a Mercedes is, amelyik ott parkol, már nem várakozik. Haladjanak. Most vették ki belőle, a kolléga most hozta ide, ott van az úr, akit kívül. Akkor én megyek szépen, és lefoglalom a gépjárművet. Rendben. Benne ül egy hölgy, uram. De már nem várakozik. Az előbb az volt, hogy várakoznak.
Szóval akkor azt a Mercedes foglalják. De egy hölgy benne ül, amíg ülnek a járműbe, addig... Várjon, nyugodtan kérlek, pillanat türelmet, jó, menjen vissza, menjenek vissza a Suzukihoz, hogy ahol álltak. Ne foglalja Mervézi, hogy ne foglalja! Jó, mert ez se... Hát, húha. Ja, meg azt a rendőrt is, rendőrkocsit is foglalják már le. Ja, meg azt a másik rendőrkocsit is, mert ugye nincs kirak, hogy parkolni lehet. Nézze. Ja, hogy magunknak lehet. Ugye? Nézze, én oda jöttem, én ott azért álltam meg, mert én bejelentésre jöttem. A kollégák is azért álltak meg ott, mert ők is keresték a szemét, gondolom, személyi autóval. De, igen, és honnan... Honnan veszik a két kocsit körözni? Rendszámot leolvasnak? Mondják már el nekem na, akkor, rendőrök, ez már tetszik? Audinak mi a rendszáma meg a családi kocsinak. Csak kíváncsiság volt, hogy lefoglalták. Rendőrök, levettem a rendszámot a Merciről. Először is, tudomásom szerint lefoglalni új lehet kocsit figyelmeztetéssel ugye. Itt jó, voltam, de... miért nem tudtak szólni, hogy tilosba parkolok? Nem szóltak, egyből lefoglalták a kocsimat. Itt voltam, ott álltam oldal, miért nem tudtak odajönni? Uram, tilosba parkol, egy csekk. Nem az, hogy lefoglalják. Nézze. Kerüljük el a hisztit, jó? Nem hisztitek, csak mi jogon foglalják le. Először miért nem tudtam? Lehet igaza van, nem? Uram, parkoljon már inkább a parkolóban, ami ott van. Mi a beceneve? Csak arra egy rendőr van, nagyon szívesen. Ez a szakáll. Mi a beceneve az úrnak? Kína. A rendszám mellett dobva, hogy forgalomba azon már nem közlekedik. Rendőr, kerék bilincsetettek a kocsimra. Amíg nem tudunk dűlőre jutni a... többiekkel addig nem tudunk mit tenni, uram. Uram, ez nem igaz. Figyeljen már ide. Kerék bilincsettetek. Ön maga szerint, hogy működik ez? Azért, mert ez az autó drágább, akkor ez nem Nem, uram, ez nem így működik. Ő jelenleg parancsot teljes... Nem, akkor hogy működik? Akkor úgy működik, nem, hogy egy családautót le kell foglalni. Azért, mert ebben férfiak ülnek, akkor le kell foglalni. Azért, mert ebben egy bőül, akkor nem kell. Uram, figyeljen már ide. Nekem van ezt az útim. 345 lép. Ha gondolja, megmérettetetjük, hogy mit tudjuk maguknak a kiskort lájuk az élnyel, meg mit tudjuk az egy három ideig. Uram, vegye már le azt a sisakot, elnézést, de én is a szemében nézem, maga is nézzen az én szemembe. Mindenkiben. Jó napot kívánok, uram. Jó napot. Jó napot. Ruhában meg se ismernek? Hát én csak anélkül ismerek meg mindenkit, ez itt tudom. Igen. Figyeljetek, jó? Parancsot követtünk, mindjárt... A főnök úr mondja, hogy mi az álláspont. Beszélhetnék önnel, uram? Isten, jó napot kívánok, előtt egészséget, napot szép, kellemes. Uram, pár információm, uram. Ne, pillanat, uram. Először is kérem, azt a drága jó mercit meg fog ki kerékbilincseltelek. A szakállas úri ember. Már fut így. Lelép a Suzuki-ba. Uram. Na várjon, hát nem hagyjuk meglépni! Elmegy! Úgy sérik utol. Mics? Az tényleg megy 300, nem hazudott. Testvérem, 380-at megy az a kis Suzuki. Én azt hittem csak hazudik. Audi majdnem 400. Biztos nem érem utol. Uram, van egy pár információ. Jó, rendben jövök. Pillanat, Károly, mindjárt jövök. Veszek egy csavarhúzót, elkezdem meglazítani. Igen? Ja, uram, hogy itt vannak a városok. Ki? Ne menjen mindenki sehova, imádkoztam egyet. Kékszínű ruhába járnak, kékszínű kocsival járkálnak. Igen. És a Mercedes-esekkel vannak kapcsolatban. Például máma ők akartak engem megfenyegetni rám, 20-an voltak és 20-an fogtak rám fegyvert. Jó, srácok, imádkoztam egyet. De próbálom nagyjából elintézni az ügyet, mint a srácra rá lett fogva a fegyver, azt úgy ment el. Jó. Figyeljetek, a szakállás. Kék, van köztük kék golfos? Van köztük kék golfos? Fú, pontosan nem tudom, mert ezek ilyen nagyon drága autókkal jöttek, uram. Annyit tudok, hogy van köztük egy kék hajú nő. Mert nem ők, a karcsék. Kék hajú nő van köztük, uram. Ó, ez jó információ. Én a telefonszámát is megadom önnek. A kék hajú nőnek? Ma beszéltem vele, de azt mondta, nem sajátik el semmit. Várjon, reméljük, hogy minél hamarabb visszaér a hangot újra kell indítom, mert én hallom még mindig a filmben. Jó. Csehát, ez jó info. Akkor nem Jokerék fenyegettek meg, nem ők, hanem a karcsikáik, akik a mercisekkel jóba vannak. Összeáll a kép. Föl is hívjuk a hölgyet, hogy hazudott nekünk. Na, nem hallom.
Nem hallom. Hello, nem hallok. Hello, hello. Nem hallok még mindig. Jó az árnyékot, tényleg! Nem hallom. De chat, most ez mi? Most már igen. No. Na, akkor a kékhajú hölgynek kellene, igen, a telefonszáma. Rendben van, már is mondom ennek. Igen, nem hallom. Egy pillanat, csak keresem a telefonszámát. Jó. Kékhajú hölgy. Várjon, hogy kell megnézni, mi a telefonszám? A kontaktokba, és ott a jobbra nyíl, és szerkesztés. Ez a beállítások, tudod? Telefon. Egy baj van, hogy nem működik nekem, tudja uram. Akkor látod? Kontaktok, nem mész rá a nevére, jobbra nyíl. És ennyi. Szép napot, milyen telefonszámról van szó? Jó napot. Tudod, annak a lilahajú nőnek, add már meg. Kékhajú, nem? Azaz kékhajú, na. Bocsánat, elkezdtem hívni Betlen. Ez az, hogy én is elkezdem hívni, ez 69. Igen. 75. Igen. Várom, mert hív közben engem az a nő. Szóval ott tartottunk ugye, hogy 69, 75. 75, igen. 64 és a 8-as. Jó, köszönöm. Nekem, akkor... nekem ezt a telefonszámot adták meg. Jó, és mit kell tudni erről a hölgyről? Hogy azokkal a... Hogy a kékekkel, kék meg a mercések, meg a mercések. Én találkoztam ma egy kékhajú hölgyelő, azt mondta, hogy simán csak dolgozik, és hogy emberek figyelik őt a biztonsága érdekében. Na erre kíváncsi. Persze, persze. Ott a hölgy. Úgy, ahogy engem figyelnek, tudja. Ott a hölgy, uram. Hol? Nézze csak, ott, a kocsiba. Nem, ő a kék laguna tulajdonosa, ő nem az. Ő egy másik arról hölgy. Arról volt szó, nem? Nem, egy kékhajú hölgyről, ő nem kékhajú. Csörök! Véletlenül felveszettem. Felveszem. Halló? Most melyik hölgy? Tiszteltem, szép napot. Tudnánk találkozni? Én vagyok csak egyedül. Hoppá hoppá. Én ki maga, én jelenleg a kék lagunások egyik, hogy mondják, alfőnöke vagyok. Nagyon Isten, jó napot kívánok, tegyem és már le azért a telefon. És gondolja, jó? Akkor tudnánk-e találkozni esetleg? Mindegy, mi menjünk szerintem, magával meg majd még egyszer találkozunk. Jó, rendben, köszönöm szépen, akkor majd beszélek, jó, rendben, ezzel a nővel. Alak. Most beszéltem. Számot adja, hogy még érve engem? A Jokernek megvan az enyém, úgyhogy kérdem majd tőle. Hogy mondjam ennek, felejts el. Angyali ügyről van szó, azért mondom. Mert? Kit? Tudja? Mert konkrétan, ha te voltál, Joker. Én már nem ismerhetem. Jó, akkor adom a számomat, csak gyors, ezt elmentem. Mondom az enyémet, azt hívjon maga, jó? Jó, rendben. Most ezt nem értem. Mondhatom? Aha. Akkor is kezdhetnéd a sztulit, talán két éve. 42. Pillanat. Igen. Hatom. Igen. 4-11. Na, mit csinálja? Cékát kapott, nem hisz. Vagy ő már akkor másokkal van? Minek az a lába? 4-11. 42-65. Igen, bocsánat, név? Johnny. Jó, rendben, köszönöm szépen. Például csak visszahívom szívesen akkor azt a nőt. Na rendben, de viszont mi már lépünk. Jó. Nem akarunk itt a presszorát, jó? Jó pihenés. Viszontlátásra. Hello. Viszont. Jó munkát. Ja, Johnny. Igen? Hölgyem, maga az! Uram!
Maga a kék hajú lány? Igen, teszik, hallgatom. Ugye, ma beszéltünk, emlékszik rám a rendőrre? Persze, igen. Maga csúnyán rászedett és átvert engem. Hogy miről beszél? Hát nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Nem tudom, miről beszél, uram. Tessék már kifejezni magát. Tudja, hölgyem? Azt mondták, hogy maga a kék autóikkal, kék ruhában, kék hajjal, a Mercedes-esekkel barátkoznak. Hogy micsoda? Nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Nem tudom, uram. Magán... Én elmondtam, hogy civil állampolgár vagyok. Nem tudom, miről beszél. Magán fogom magának tartani a szememet, rendben? Nyugodtan, csak azt jegyezze meg, hogy ha haverjaival hívogatni fognak, nagyon rosszul fognak járni. Nem a haverjaim hívtak az előbb. Én ezt most kaptam meg ezt a számot valakitől, azt nem szeretném elmondani. Igen? Tudjuk, hogy kitől van, mint sejtjük, hogy kitől, tehát jó, hát ez az ő problémájuk, hogy önök rosszba vannak ezekkel a fickókkal. De hogyha rosszba sántikálnak, értem, de ha rosszba sántikálnak... Oha! Na! Akkor ezt egy fenyeget, már jegyzetelem is. Fenyegetés hivatalos személy ellen. Jó van, hölgyem, legközelebb akkor nem leszek ilyen barátságos. Így van, rendben, legyen így. Találkozunk még, viszhal. Jó, viszhal. Egyre érdekesebb ez az RP. Ja, de itt admin ügy van most. Na, de én az EU RP-ztem. Hát ugye... Fogtam, én becsúsztantam szépen a gépjárműbe, és utána pedig úgy elhajtottam. És ő tartott rám egyedül csak fegyvert. És ő volt viszont a jobb elejénél. És akkor ugye én meg innen el is hajtottam, majd pedig visszajöttem. Ennyi volt az egész. És viszont őt meg nem láttam, hogy tartott volna rám stukit. De akkor ennyi tartottak rád? Ő egyedül. Én egyedül. Ő egyedül. Én meg hogyha... Az én remem jó volt a mai napcsán. Azért történt minden. Adódik az egész, akkor simán pofán lőhettem volna. Úgyhogy egyben nincs... Most így admin van. PG. De nem volt nálad a kezedben fegyver. De nálam volt. Azt hiszem nálad volt elő volt véve. Elő is volt véve? Így van. És mikor lett elő véve? Csak nem húztam meg a ravaszt, mert azért láttam, hogy itt van kapásból 3-4 ember rendőr, meg szerintem ott is van még egy. Nem mondom, én nem hiszem, hogy a kocsiba vetted volna elő, mert olyan szinten gyorsan mentél el, hogy nagyon. Az addig meg a kocsiba mentél, addig nem vetted elő, mert azt lát. 80... Aki tag vissza tudja nézni, aki nem, holnap tudja, számgépet is lehet osztani, aki az, szeretne, köszönöm. Már nem tagok is tudnak, szépen le is lehet azt. Ennyi idő alatt, te már vígan elhoztál mellettem. Nálam látszik. Na jó. Akkor Mani, kiegészíteni még valamit, vagy pedig át... Tehát, hogy a teszösszöm szemszögetbe hogyan történik? Hát nem, most csak ön mondom, most csak ő egyedül tartott rám fegyvert, és holnap Amerika, igen. Ugye most téged is meghallgatok a te szempontot, és akkor az övét is meg szeretném hallgatni. Na, annyi volt, hogy én éppen jelentésemet írtam, mondták a srácok, hogy kétes alatt... Nem tudom, mi van. Te vagy Bagoly, aha! Milyen bagoly? Hallom ám! Az öngyújtóról van szó! Persze, tudom! Azon nem bagoly van, azon mesztelen nő van! Ami bagoly ruhában van! Hallod, Karcsi, engem visszaviszel, létsz az őrsre, leadom a szolit. Beszállt az autóba. Köszi, addig ők intézik. Mire én odaértem a kocsi elejéhez, addig nem ebben bevonszálltam. Remélem, csak azért jó éreztetek. Hát történt pár dolog. Jó napot! Jó napot! Hát egy kérdés. Igen. Merre van a legközelebbi bolt? Micsoda, bolt? Igen. Hát nem itt van. Elvisszük, Karcsi. Nem kell. Nem kell? Legalább sétálok egyet. Jó sétálást. Jó, köszönöm. Viszlát. Viszlát. Semmi válasz. Nyomjatok lájkot, chat, ha tetszett. Hát kedden adjuk le az infokat, hogy megfenyegették a rendőrséget. Miért kapasz a haja a bácsinak? Nem tudom, mi lett Jokerrel. Most erre kíváncsi vagyok, hogy Johnny May mondta, hogy el kell felejteni. Érdekes, majd kiderül. Hát ma macékázhattak, nem hiszem.
titokzatos Joker, ne árult el, ne árult el, hagyd gondolkodjunk. Jaj, ja. Hol is kezdhetnél a sztulit? Talán két évre bottam ki a fejemből alakító. Na mi van, feladja magát? Dehogy is, Isten meg a ment. Akkor... Amúgy gondolkoztam, tehát magam milyen kék autóról beszélt? Ezt mondták nekem, akik megadták a telefonszámát, hogy kék autók és a mercisek. Érdekes. Attól már valakinek kék a ruhája, meg a haja, attól már kék a kocsija is, nem? Ezt mondták. Én meg elhiszem, tudja, én ilyen zöldfülű rendőr vagyok, tudja? Mindent elhiszek. Látszik. Jól van, rendben. Hát, ez jobban fájt, mint hogy megfenyegetett. Uram, én nem fenyegettem, én csak elmondtam, hogy találkozunk még. Rendben van. Rendben. Akkor nem úszom meg ennyivel, mint az előbb. Jó, legyen így, várom már. Viszal. Köszi Karcsi, köszi, köszi. Nincs mit. Timár Mihály leagyaszolgáltat, köszönöm, jó pihenést. Jó pihenést. És mi hamarabbi felépülést. Köszönöm főnök. Nézd kívánok. Hát csak ez durva. Jó volt a mai nap is. Ja, mentsük el a számot, ja. Élt egy kék hajú lány, álmodtam vagy igaz? 697-56-48 697-56-48 AAAAAH! 697-56-48 Jó. Gizike, köszönöm szépen a mai munkáját, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Mihály. Igen, Karcsi. Keresként egy gyuri ember. Jó, mindjárt átöltözök és akkor megyek. Rendben. Ó, bakker, tényleg mindig ezt elrontom. Köszönöm a támogatásokat, tagságokat. Mai napon. Holnap 18.30-kor akkor. Főnök! Nem hallom, főnök! Indíts újra hangszálait. Erőt, egészséget! Erőt, egészséget! Jól vagyok, hát olyan dolgok történtek, főnök, hogy kedden olyan jelentést mondok. Nem, jól van. Lesz, mit olvastam, azt mondja? Igen, uram. Ó, mamma mia. Nagyon durva. Csak röviden mondom, megfenyegették az egész rendőrséget telefonon keresztül. Engem, nekem az életemre törtek, beledobtak a tengerbe, úgyhogy durva dolgok történtek. Abban bocsánat, hogy ezt mondom, de azt a kurva. Igen, úgyhogy készüljünk fel, mert felé lett a város. Nagyon van, úgy nézem kell ide párba börtönzés, meg kell tenni pár igen, szarvot. Igen, uram, igen, mert ezek sokat képzelnek magukról, főleg a hölgyek. Hát egy kicsit. Jó, köszönöm, uram, jó pihenés és kitartást a jövő héthez. Jó pihenést viszont kívánom. Na, épp ideje volt, ja, örülök neki, hogy ez a szerver is feltámadt. Igen, köszönjük a játékosoknak a bizalmat. Meg az amerikán is, hogy türelemmel vártak, még újraindul. Ne add le. De az jó van, Mihály, ugye? Persze, csak kellett egy kis pszichológiai kivizsgálás. Igen. Meg megsérültem, volt autóbalesetem és minden volt, főnök. Na most mi mondjátok, hogy ne adjam le? Most mi? Hát igen, azt tudjuk, hogy a vezetés nem az erőség. Igen, főnök, azt mondjuk, még kell gyakorolni. Na majd ráfekszünk arra is. Így rendben. Na jó van, pihenje ki magát, Mihály. Köszönöm. Holnap várhatjuk? Nem, kedden jövök, uram, és utána 18-án jövök legközelebb csak, mert elmegyek Valentin napozni. Ez igen. Persze. Na hát akkor sok boldogságot, meg jó pihenést. Köszönöm, uram, köszönöm szépen. De kedden még jövök! Rendben. Erőt, egészséget dobra sohatában. Nagyon jó. Na ott vár valami csávó. Csát, mennem kell, öcsém alszanak suli időbe. Ha elköltözök, ígérem, változtatunk ezen. Köszönöm a moderátorok segítségét. Jó napot, uram, engem keres? Igen, önt. Tessék, ja maga volt a boltos, nem?
nem én, nem. Ja, nem, más. Igen, mondja nyugodtan. Na azért, mert tudja, itt a fel nem tudom támogatni, úgyhogy magának szerettem elengedni, hogy ez most autót, meg egy kis zsebpénzt. Most mondja el magyarul is? Na, ugye itt a fejem nem tudom magát támogatni. Ezért neked szeretném ajándékozni ezt az autót. Ja, de nagyon aranyos meg vagy, egy, de... Meg egy kis... Miért nem nekem? Miért nem nekem? De ne, nagyon jó fizető munkám van, köszönöm szépen. Nem tudom elfogadni, de nagyon nagyra értékelem. De aranyos, azt mondja, nem tud donételni és adni. Egy kis zsebpénzt nekem? Nem, köszönöm szépen. Jó, nyugodtan költ magadra, autókra, de nagyon értékelem, köszönöm szépen. Nem, de... Jó pihenés. Maga meg mit kéreget? Nem mondtam semmit. Ja? Akkor további jó estét. Szép estét. Viszlát. Maguk neki. Na, csehát ez jó nap volt. Olyan gyorsan eltelik mindig. Ez a 3 óra hossza. Köszönöm a moderátorok segítségét, köszönöm, hogy itt voltatok. 1100 like. Köszönöm, hogy itt voltunk ilyen sokan. Holnap akkor találkozunk. Lesz holnap suli, igen. Aranyos volt a kisrác, igen. Nem kaptam elő léptetés, Bredox, hallod. De olyan dolgok történtek, hogy hihetetlen. Itt mindig tartogat valamit számunkra ez a rendőr RP, és örülök neki. Pedig sokan azt mondták, hogy unalmas lesz. Látjátok, izgalmasra csináljuk. Holnapi várható, holnap Mafia RP lesz Tamás. Révenékkel, kutyuliékkal, ugye a régi frakcióval nyomjuk. Miért koposzt a bácsi? Kitartást kívánok mindenkinek a jövő héthez, főleg a hétfőkhöz, a suliba egyaránt és a munkahelyen is egyaránt. A mai videót nézzétek meg, ha van kedvetek. Az Insta story-ba is találtok érdekes dolgokat, Nazdai 0411, ott az egész napomat, ott szoktam kirakni ilyen dolgokat. Úgyhogy nézzétek meg nyugodtan. A tagoknak rögtön elérhető lesz a stream, aki nem tag, ő neki holnap 6 óra körül teszem nyilvánossá. Köszönöm mindenkinek, jó pihenést! Aludjátok ki magatokat, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!